Hello! Sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! 7 Days to Die! Zagyva László megérkezett újra a túlélési metódusok professzionális művelésével. Igen, egyébként tudom, hogy itt volt ez a szar, és én meg én voltam olyan hülye, hogy kraftoltam egy ilyen valami csodát, hogy ne is beszéljünk róla, hogy mik történtek ezelőtti részben, egyszerűen szánom, bánom, szégyellem magam. Halál komolyan mondom, hogy egyszerűen borza, amik történtek gyerekek, az meg mi van itt? Össze-vissza van minden, ezzel valamit kéne csinálni, csomó mindennel kéne egy csomó mindent csinálni. Komolyan, nem tudom. Nagyon le vagyunk itt izélve, le vagyunk szüdálódva, meg azt se tudom, hogy mi van, merre van, hogyan van. Az a nagy probléma. Várjatok, kéne főzzem valami vezecskét, vagy valami csodát, ebből a murky waterből csináljunk már valami vüzet, aztán akkor tudok csinálni kávét, meg minden jó lesz itten akkor. Ja, ki kéne pakolni, rendbe kéne rakni itt a dolgokat, mert várjátok, nézzük, sorba, gyorsan sorba megnézzük minden, ez egyelőre legyen itt, jó? És akkor az egyéb szervesbe gyorsan kiszórja a keeper a kacatjait, egyéb szörvetlenbe is kiszórja a keeper a kacatjait. Ja, most meg válaszan tudok ilyet még egyszer csinálni, az is nagyon jó lesz nekünk, haj, ne jó! Alkatrészek, várja, az alkatrész az van bőven, meg fel is tudom, van ilyen egyéb craft vagy valami, nem? Vagy mit tudom én? A rugóbugó az hol van? A fénybe van? A fény, lehet, hogy a fénybe van a rugóbugó. Nem is volt még rugóbugó. Jó, mindegy, akkor a fénybe lesz az utána a rugóbugó. Az alkatrész az még itt van. A fénybe még ezt kidobjuk. A kühjet magunknál tartsuk. Az egyéb szervetlenbe ezt a motrot ezt kidobom. Még ezt is kirakom. Ez a kühjbe van, ugye? De gyerekek, annyira össze-vissza ilyen... Szeret-vedettel össze-vissza vannak a dolgok, hogy az őrület. Egyébként egyszerűbb lenne, hogy ezt csinálnám, ezt is ide rakjuk, és az egyéb szervesbe is csináljunk egy ilyet, és akkor már is kikerültek a fölösleges dolgaink, és már is csak olyan cuccaink vannak. Egyébként... Nem tudom. Annyi minden össze-vissza van, hogy egy őrület, gyerekek, ezt a húsit megeszem. Kraftolási kellene ma, kellene hozzá gyűjtenünk rengeteg fát, meg egy csomó mindent kitalált a keeper, hogy mit kéne csinálni. Figyeljetek, egyébként, na, mit kéne csinálni. Ezt meg kéne javítani ezt a valamit. Ja, olyan dolgokat fogunk már ma kraftolni. Figyelj, ezt nem tudom, ezt lekövennem hozzá, hogy ezeket meg tudjam javítani, vagy egyszerűen nem tudom megjavítani. Repair, mi kellene a repairhez? Materiál. Egyébként nem írja, hogy mivel repairelem? A rosszabb tudja a gyerekek. Komolyan mondom, miért nem írja egyébként? Jó, mindegy, ottan rohadjál meg, felveszem. Csak annyira idegesít, hogy... Ja, nem így vette föl. Annyira idegesít, hogy ottan világít, hogy az bődületes. Jó, tudom, hogy a durability szar az armoromnak. Nem baj. Menjünk, kellene csinálni dolgokat, ezeket nem viszont lehet, hogy... Mi van? A követ is kiraktam, várj, kő az legyen nálam. Meg legyenek nálam cobblestone, legyen nálam kő, legyen nálam clay, legyen nálam. Csinálunk egy zombivárot legelőször, vagyis egy hordavárot, tudom, hogy nem zombiváró. Egy hordavárot kellene csinálni, gyerekek, jó? Úgy készüljetek. Várjátok, ilyen mixer, minek nevezik azt a mixert? Mix, beton mixer. Ezt még mindig nem tudom csinálni, pedig ennek nagyon örülnék. Szomorú vagyok. Viszont, ja, oké. Menjünk a fenébe. Ki kéne ásni először magunkat. Éjszaka így nekiállunk ácsibácsizni. Jó, gyerekek, olyan dolgokat egyébként kitalált a keeper, ezt be fogtok szarni tőle, komolyan mondom. Meg fogjátok látni. Kitaláltam egy nagyon jó hordovárot, és szeretnék megvalósítani egy olyat is, egy üvegházat. Hogy azzal is kellene foglalatoskodni. Igen. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgok lesznek. Lehet, hogy kívülről kéne kezdenem azt leásni, de hát inkább menjünk így, aztán valami lesz. Jó, gyerekek? Figyeljetek, az a szituáció, hogy valahova ide tervezném én a várót. Lesz egy csomó kövünk, csodálatosan vagyunk, gyerekek. De egyébként tudod, mire kerülök ebbe a játékba? Annak, hogy nem fogy ki az elemlámpa. Ez mekkora cink lenne, hogy mindig így töltögetned kellene. Meg ugye nem is tudom, ilyen csomó játékban van az, hogy így kifogy, és akkor várnod kell, míg töltődik. Hát annál frusztrálóbb dolog nincs a földön. Ja, egyébként most ugye nem kapok XP-t egy darabig, de figyelj, ott írja, hogy XP-t kapok, hallod? Elvileg van ilyen penalty-m,
Ja, hogy lehet, hogy az az XP-t azt megkapom, csak ugye az a piros csíkot csökkenti, és nem növel a keeper a büdös semmit. Ja, nulla skill pontunk, mert egyébként hányas szintűek vagyunk, valami nagyon jó vagyunk, elmondom nektek, srácok. Lehet, hogy egy kicsit, ha jó hosszú gameplay lesz, meg kéne csinálni ebben a részben legalább a zombi várót. Horda várót? Nem zombi várót? De hát zombi várok én, nem hordát. Mert én várom mindig a zombikat. Ja, kitalált a keeper egy nagyon csodálatos hordavárót, igazából nem is kitalálta, hanem Nigruskaya 5 adta az ötletet, küldött egy videót, hogy ez egy tök jól működik. Hát nem tudom, hogy pontosan úgy fogom elmásolni, vagy nem, mivel nem csináltam róla tervrajzot, csak így megnéztem a videót, azt az alapján, hogy nagyjából kellene valamit kiegecsölni. Az ekecsölést, azt ismerjétek, azt mondtam, nagyon meglepődtem egyébként, tök jó volt az utolsó live, amikor ugye jöttetek segíteni, baromi angulatos volt, annyira durva, egy csomó olyan dolog történt, ami nagyon meglepett engem. Például, egyébként ez a nitrit, ez pont kell nekem, vagy nitrád, vagy mi ez, mi, hogyha akarok csinálni farmot, és azt is meg akarom csinálni, nagyon gyorsan itt ki akarom építeni azokat a dolgokat, amire itt szükségünk van, most már azért elég gyorsan haladunk az ásásba, ugye? Ja, jó volt a live, például nagyon durva, hogy milyen kicsi a világ. Pesta segítkezett nekem és jött, és egy tényleg Pesta egy nem bántásnak szánom, egy random néző, aki bejött segíteni. Nem volt előre megbeszélve, életemben nem beszéltem vele, soha. És akkor kiderült, hogy azzal a nézővel, aki tényleg így csak úgy bejött a live-ba segíteni, Seven Days to Die-ba, aludtunk mi valószínűleg egy ágyba. Hallod? Az már milyen kicsi a világ, és ne gondoljatok semmi rosszra, Pestával nem csináltunk semmi olyan dolgot, hanem az volt, hogy ő is megszállt itt a falu, ahol én lakom, amellett van egy horgásztó, és amellett van egy panzió. És én abban a panzióban egyszer megszálltam, és mondta, hogy ő ott szokott megszállni. És ez mekkora durva. És én azt a horgásztavat én tök gyakran szoktam látogatni. Nem is tudom, 2 napja is voltam ott. És mondta, hogy oda szokott járni a horgászni. Szerintem nagyon brutális, hogy milyen kicsit tud lenni a világ, nem gyerekek? Ez tényleg beteg. Na várjátok, hol van ez a... Hol van a jel? Nincs jelen? Hát ez majdnem sikerült arra ásnom, ugye? Júj, ezt mikor vettétek észre, hogy én hülye vagyok? Mármint érted, hogy mire gondolok. Várjál, hát akkor nem sikerült ezt eltalálnom, hogy most merek, mert merem. Várjál, most én... Úr, és jahogy? Jahogy én már itt ástam? Várjál már? Igen. Oké. Okay. Hát bazza, nem baj, mert arra is kell ástunk egyébként. Nekem az volt furcsa, hogy mint... Jaj, bazza, de milyen vagy képen. Egyébként nem is én lennék, ha nem csinálnék ilyen nagy maraságokat, nem? Komolyan mondom, hogy... full összeszedetlen vagyok. Pont felhozta egy... live alatt egy néző a chatbe, hogy lehet az, hogy nem tudom milyen videós, és nem is tudom pont, tényleg nem tudom pontosan, hogy kiről is volt szó, hogy ő már, amit tudom én a hányadik napon, már van neki ez meg az meg amaz. És ő pont utána beszéltünk Ferikével, hogy az a videós, ő tök máshogy játszik, hanem ilyen tök kiszámítottan, meg ilyen tök ilyen precízen próbál játszani, én meg ilyen tök ilyen, hogy mondjam, hogy nevedik azt, hogy mondják azt a szót? Spontán, próbálok spontán lenni. Tényleg egyáltalán nem tervezem meg azt, hogy most jutott eszembe egyébként, amikor rányomok a felvétel gombra, akkor így végig fut az anyamon, hogy mit kellene csinálni, és akkor jutott eszembe például azt, hogy hát tök jó lenne, hogy megcsinálunk a Hornavárost. Nincs előre megtervezve semmi. Úgyhogy nem tudom, nekem bírom ezt a spontanialitást, vagy hogy nevedik a dolgokat. Hogy nem az van, hogy igen, most egy pontot fogok elrakni, oké, okay, és akkor most ezt fogjuk csinálni. Ja, lehet, hogy ez valamilyen szinten zavaró is, meg lehet, hogy lenne igény arra, hogy tényleg professional gameplay toljunk, de én meg nem tudom, így élvezem ezt a szituációt, így remélem, hogy tényleg nem zavaró, de nyugodtan írjátok meg, hogyha igen, nem fogunk rajta változtatni, de legalább tudom, hogy bénák vagyunk. Oké, okay. Nézzük, mennyire, nagyon gyorsan haladunk, főleg, hogyha nem másik irányba ástabb volna, mi? Az elején azért az... De epic jó volt, Franco, jó, tudja a keeper rendesen. Na, itten csináljuk a dolgokat, és már ugye gyűjtjük is az XP-t. Egyszer haltunk meg, ugye a zombi medvétől. Vagy nem, zombi farkastól.
Vagy mondtatok, hogy ennek van egy 2000 HP-je, úgyhogy rohadtul vigyázzak vele. Jó. Nem is láttam még olyat. Nem tudom egyébként. Régebben, hát a farkasok vannak ugye a játékban, azt láttam is, meg mit tudom én. Leginkább talán az ilyen, vagy voltak, nem tudom, hogy vannak-e, de szerintem még most is vannak. De hogy ilyen zombi farkasban, az én, hogy nem láttam, ez nem is tudom, hogy lehet. Na mondtátok, hogy hordakor is már jönnek ilyenek, úgyhogy eléggé lehet szívni. Valami jó kis komplex zombi várot fogunk csinálni, hordavárot. Nagyon úgy lesz komplex, hogy jó van kialakítva. Viszont azért nem kell arra gondolni, hogy ilyen nagyon nehéz megcsinálni. Szóval elég egyszerű lesz megcsinálni, viszont azon gondolkozok, hogy lehet, hogy kéne csinálni cobblestone blokkokat, és akkor... De mondjuk az upgrade-elés nekem nagyon fekszik, mert rengeteg XP-t kapok belőle. És az nekem tök tetszik, hogy jön az XP agyba főbe. Gyors összedobjuk, meg kellene csinálnunk. Lehet, hogy most egy ilyen építkezéses dolog lesz. Ugye ezelőtt szórakoztunk, mentünk izéni, bandázni. Lehet, hogy egy ilyen építkezés lesz, megcsináljuk a izét és az üvegházat. És arra is ugye mindenki el fogok fúrni, tehát föld alatt fogunk ide-oda közlekedni, ez tök jó lesz szerintem, hogy több kijárata lesz ennek az egész berendezésnek, mármint ennek a... Ha már egyszer elkezdtük, semmiképp nem akarom feladni egyébként ezt a piramist, egy csomóan próbáltak lebeszélni róla, hogy annyira nem jó, meg mit tudom én. Figyeljetek, ez szerintem nem lehet rossz, hogyha megfelelőképpen kifejlődsz, és megfelelőképpen felcsapdázod, felupgrade-eled, megcsinálod ugye a különböző létesítmények, infrastruktúrákat kialakítod, kisbolt minden lesz, gyerekek, aztán akkor az így frankó lesz, szerintem. És ugye, hogy így a föld alatt tudok közlekedni, szerintem az meg egyszerűen epic. Jó, meg egy kicsit odébb akarok mennyi. Megnézzük, hogy pont körülbelül majd hol fúrjak le, és akkor úgy fogok lejönni. Ugye ezt is meg kell csinálni majd ilyen alagútrendszerre, meg minden, de egyébként tök jó volt multiplayerbe játszani idejével. Szóval Days to Die-ja nagyon élveztem. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt. Kolompár Demo Hillnek, Barános Joe is ott volt ugye, ott volt Pesta is, meg még ráadásul ott volt Tanki is. Ugye? Nem hagyok ki senkit, basszus. Demon Hill, Balános Joe, Pesta és Tank. Igen, öten voltunk a szerveren. Jó volt. Nagy nehezen rá tudtam őket venni, aztán furták a Lukas 1000-rel. Kár, hogy Norvég nem volt ott. Meg igazából bárki is, meg Zsolt is jöhetne. Meg tényleg bárki, aki gondolja, vagy Nigruskaja, hogyha live-ot látod izével, Seven Days, nyugodtan gyere. Nem is muszáj hanggal egyébként senkinek sem. Például Demon Hill csak chillelgetett szerintem, meg izé, meg játszogatott, közben akár nézett tévét, meg bármi, nem kellett izé, nem muszáj izé DC-re jönni senkinek, nyilván. Miért is lenne muszáj, meg hát igazából úgyis tök jó volt, hogy segítettetek, meg hát ott a chat aztán lehet kommunikálni, ugye. Jó, oké, figyelj, azt kéne, hogy itt vagyok. Aha, jól van, oké, akkor kb. Itt le fogunk ásni. És akkor az nekünk jó lesz. 1 óra 48 van nagy, de nagyon nem probléma. Vagy pedig megcsináljuk a másik irányba is a izének. Tudjátok, ide, itt lesz az üvegházunk. Az üvegházat is megcsinálhatnánk. Meg tudjátok, mi a nagyon nem tetsző nekem? Úgyhogy ezt lehet, hogy meg fogom csinálni. Itt ez nekem nem jön be, hogy nincs kialakítva az, hogy gyakorlatilag így lejövök, és nem tudom, hogy mi merre, hogyan, ilyesmi. Itt egy kicsit itt átalakítom a dolgokat. Csak az a baj, hogy rohadtul nincs fánk. Ugye? Pedig az jó lenne. Nem sok building blokkot tudok csinálni, pedig fára lenne szükségem, úgyhogy lehet kimegyünk. Itt ezt meg kéne csinálnom azt a központot, ezt a csomópontot. Nekem nagyon zavar, hogy ez így van. Ez egy borzalom, komolyan. Lejövök és akkor ilyen klaustrofób érzésem van, bár mondjuk a föld alatt miatt is. Mit várnék, nem? De tényleg valami, egy ilyen termet akarok kialakítani, és minden egy alagút fölött lesz egy izé, lesz egy ilyen felirat, hogy mit tudom én, kiárat, Jenny, farm, vagy üvegház, vagy akármicsoda. Lehet most még ilyen táblát csinálni? Régen lehetett ilyen táblákat csinálni, biztos lehet táblát csinálni, ugye? Ugyan, ez tök jó szét van modolva ez a balta, aztán ilyen jól üti már mind az állat a dolgokat, viszont... Viszont lehet, hogy ebből egyébként még egy hatost is elviselnék, igaz, egy legendary parta elmenne rá, de élem, hogy ez nem eszik staminát, ütszhetsz vele, mint az őrület, jó, hát biztos egy augerrel azért már kifinomultabban jobban tudnánk dolgozni, de hát ez van egyelőre. Na, mindjárt meglátjátok, hogy én mit tervez a keeper, jó,
Le kéne még egy blokkit ásni, hogy padló is legyen megcsinálva. Tudom, egyébként nem ez a legfontosabb, de tudjátok, hogy én szeretem az ilyen struktúrákat kimaxolni, jól megcsinálni, szépen, okosba. Figyeljetek, legalább ez az egy terem legyen meg, és akkor az alagútokat majd ráérünk, amikor lesz augerünk, vagy pedig acél csákáljuk meg minden. Régebben egyébként talán volt acél is, meg vas külön, nem? Annyi verziója volt az ennek a játéknak, hogy egyszerűen megbondultak. Úgyhogy, ja. Mindjárt. Az a baj, meg ezzel a textúrával, ez a kőtextúrával, nekem legalábbis mindig az a bajom. Egyszerűen konkrétan nem látod át, hogy mi a pöcs van itt. Érted, hogy mire gondolok? Na hát itt legalább egy 3x3-as blokk, 3x3 méteres helyiség legyen, minimum. Minimum. Így. Egyébként lehetnének ajtók is rajtuk, ugye azt akkor így még jobban így át tudnál tekinteni a képhel. Viszont, lehet, hogy egy kicsit rosszul vagyok. nem vagy rosszul, csak hülyeskedek. Jó, 3x3-as kellene, de az a gond, hogy... nem tudom, lift kellene, bazza, komolyan mondom. Lift kellene ebbe a játékba. Jó, most meg éhes vagy, de viszont nekem van ilyen csoda kajám, hallod? Ne viccelj. Jó, majd szerdünk fát. Megcsinálunk mindent. Ezért olyan blokkból, utána meg megyünk, upgrade-eljük föl nyílre. Bár az üvegház az esélyes, hogy az csak egy üvegház lesz, szóval az nem fog betonbunker lenni nyilván. Csak azokat csináljuk meg ilyen brutálisra, amiket muszáj. Oké. Egy ilyen 3x3-as létesítmény lesz, szóval akkor itt még ki kéne vernem gyorsan, remélem nem zavar senkit ez. De majd meg fogjátok látni. Egyébként lehet, hogy ívelt falakkal lehetne dolgozni még tök jól, tök szépen. De... Legyen gyors. Legyen tánc. Jó gyerekek. Meg ezt is még itt kiütöm. Mert akkor ide végig megy egy, és akkor itt lesz egy ajtó. Meg fogjátok látni, jó lesz szám ez, figyeljetek. Ne aggódjatok, a Keeper kitalált itt már mindenféle dolgot. Ki vagyunk találva. Ide várja, ide nem kellene már. Így. Ja, itt lesznek ilyen helyiségek, vagyis egy ilyen helyiség, amiben ugye jobban el tudok majd igazodni, mivel ugye tényleg lesznek idejek, lesznek feliratok. Remélem, hogy lehet feliratokat csinálni. Még mindig. Még mindig. Oké. Lehet, hogy várjál már. Lehet, hogy valamit kitaláltam ám. Mindjárt mondom, hogy mit. Várjál, álljál meg. Az a baj, hogy ezeket a blokkokat jó hülye vagyok. Mert... Ja, lesz ilyen üveg. Oj, van ilyen rendes üveg. Nem á. Ez kurva jó. Jó, mi pillanat? Bocs, hogy csúnya beszélél. Egyébként vannak bútorokat is létre tudsz hozni. Azt a betyárban, az nagyon brutális. Ez nagyon tetszik. Egy ilyen fél kör kellene nekem, nem ilyen cső, hanem ilyen boltív. Az Istennek nem fogom azt megtalálni. Mi? Van boltívunk? Vagy boltívünk, vagy mi nem eddig boltív. Két boltív, ami összejön, olyan is érdekülne. Nyilván nem találod meg az Istennek se. Egyébként ezt úgy utálom. Itt van egy ilyen Q3M corner. Az a baj, hogy ez pont nekem nem jó. Ez nem jó. Lehet, hogy nem tökölök ám bele, mert itten akkor végtelenségig el fogunk szarakodni ezzel. Nem, egyszerűen nem találom meg bazza, hogy hol van egy félkör. Istennek nem. Hogy nevezték ezt a szart? Tube. Ja, hát olyan pont nincs, amilyen kellene a Keepernek. Hát, jó van basszus. Akkor cseszhetjük. Hiszen nem tudom. Itt is lehet, hogy... Még van esély rá, ugye. Ilyen kellene, ugye. Csak... Corner. Round. Hát ilyesmi kellene rá. Csak ez se jó. Ez se jó nekem. De egyébként ez is jó, figyeld.
Azt meg lehetne csinálni. Aha. Hogy? Nagyobb lenne a tér, és mégis ugyanagy blokkot foglalsz, elérted. Figyelj, mire gondolt a Keeper? Hogy? Az a baj, hogy meg ki kell mögött a ásnod, basszus. Tökölés megy, mi? Hát, hogy nem tökölünk ám, azt tizenyre neki áll a Keeper komolyabban itten veretni. De lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy még nagyobb legyen ez az egész. Mert még mindig olyan klaustrofob feelingem van. Mindjárt ezt lemásoljuk, azt akkor nem tökölünk, bocs, srácok. Így, így. Meg arra is kinöveljük, meg arra is kinöveljük. Itt meg ugye nem fogjuk fölnevelni, mert ugye itt a light orgya van. Szóval ez így lesz. És akkor itt mind a három irányba ugye ki tudunk majd menni. Az lesz így a terv, tervezet. Jó, egyelőre hagyjuk a francba, lehet, hogy inkább ki fogok menni. És akkor megcsináljuk inkább a zombivárot nyérre. Igen. Ja, azt akarom egyébként, lehet, hogy itt ezt át lesz alakítva, hogy egy elég nagy terem legyen. És akkor legyen ajtó mind a irányba, fölötte felirat, meg minden. Legyen egy kicsit távasabb, mert ez tényleg olyan vakodnak érzem magam ebben az egészben így. Ezt itt meg kell javítani. Jó, 39 van, talán annyira nem fognak betámadni, hogy én most itt megdögöljek. Nem fogok lapakodni, kemények vagyunk, mint a Rambo 3 szerintem. Gondolkodjunk így. Figyelj, bazza, én nem fogok elmit tökörészni. Mármint nem fogok bujkálni senki elől. Jaj, van törve még mindig a lábunk, úgyhogy nem fussunk legalább. Jenny meg tüzel. Fázik. Vagy lehet, hogy máshogy tüzel a Jenny. Bazza, villámlott egyetem, azt hittem valami izé. Megtámadott valami csoda, valami csuda lény. És ezt még mindig nem lutoltam ki. Itt megyek el mellette 200-szor, fölépítek egy egész bázist, azt még mindig nem lutoltak ki a Keeper, mi? Viszont itt az nagyon fontos lenne, hogy középen menjek végig, mert középen kell leásni, mert a rohadt szimetria mániája a Keepernek, az nem hagyja nyugodni, úgyhogy próbáljuk meg nem eltérni ettől a dologtól, ettől a vonaltól, és ugye akkor fogunk leásni, amikor elérünk a gyelig. A gyelünkig. Még nincs jel. Itt a jelünk, gyerekek. Itt van a jelünk. Ugye nem pontosan oda jelöltem, de mi már itt el le fogunk áskálni. Hát remélem, hogy jó helyen lesz. És akkor, ó, bazza, jó. Itt ugye? Sikerült itt most megzavarodnom. Oké. Remélem, hogy jó helyen fogok kiérni, nem egyel odébb, vagy valami ilyesmi, akkor baj lesz. Remélem, most nem most fog jönni zombi. Nem tudom, hány blokk mélyen lehetünk. Szóval nem álltad volna megnézni. Várjátok. Ja, hát már túljöttem a jelen, úgyhogy csak itt leszünk. Ha jól indultam el, hogy alul is, hogy jó, egy vonalban vagyunk-e? Azt se tudom, basszus. Nem vagyok boldog. Ajaj. 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 Gyerekek. Vajok nem kicsik szerintem. Hát már csak elérnénk, nem? Ki se tudunk menni, bazd. Meggyüttünk. Hú, ezt nagyon eltaláltam, bazd. Nagyon jó. Király volt. Király volt, csak most ki kéne venni. Meg fogjuk majd csinálni ezt a lyukat. Értelmesen várjál már? Fűha. Nagyon gondolkodok ám egyébként egy-két dolgon. Meg kell csinálni ezt a lukat már most. Mivel nem fogom cseszni, mert erre fog ráépítkezni majd. Az egész hóbeleban, szóval lehet, hogy nem kéne az történnie a dolgoknak, hogy én itten kapásból beszakítom majd a zombivárod, vagy a hordavárod, tudod. Úgyhogy ez, várjál? Ez nem tudom, hogy most ez lehet, hogy nem jó. Így, így. És akkor ezeket ki kellene ütnem. Ki kéne ütlegelni, gyerekek. Legalább, mondjuk a létránál ki kellene ütlegelni.
Ez nem lesz egyszerű, megmondom őszintén. Amit annyira nem bonyolult, de azért odafigyelést igényel, ami a keepernél az eléggé nem szokott menni tökéletesen. Figyelj, van egy ötletem. Lekopizom a létrát, ezt kettő kéne venni, hogy legyen. Ezt így nem lehet? Csak itt lehet? Legyen lajtorgyánk, azt lekopizom, és akkor megyünk ki, azt kívülről megcsináljuk. Kell egy csomó fa, úgyhogy mindenképpen itt izé van, cumi van. Jó, itt ezt kopizzuk le, és akkor a létre megvan, és azt ne csesszük el lehetőleg azt a létrát. Ezt megjavítjuk, ezt húzi van. Jó, kivágunk egy csomó fát. Lehet, hogy ki fogom vágni az erdőmet, mert leszarom. Annyira sok fákat még egyelőre nem ad, de nincs kedvem rohangálni össze-vissza. Mindjárt megnézzük, mennyi fát ad, jó? Megcsináljuk a hordavárót. A futni nem annyira kellene, de nem akarok nagyon tökölni. Egyébként ennek, hogy mi értelme van ennek az épületnek itt, azt nem tudom. Ja, hát ezek még nagyon nincsenek megnőve, de gyorsan végigdarálom, leszarom. Itt lesz egy hordaváró. Ott lesz az üvegház, meg akkor lehet, hogy ide is fogok majd tervezni valamit, majd meglátjuk. Jó, van ebből már azért jön fa, nem? Én várhattam volna még egy kicsit növeljön, vagy akármicsoda. Megyünk egy ilyet. Királymód gyerekek, nagyon jó. Na, mennyit ad? Majd XP-t kellene ezekre a különböző bányászat, kraftolás ilyenekre pakolnom, mert én nagyon elég sokat építkezek. Elég sokat kraftolok, építkezek, azért a láncfűrészre itt hamar lehetne ezt rendet vágni, hogy gyerekek. Meg ugye visszaültetjük mindig az erdőt, szóval nagyon nagy gond nem lesz, de lehet, hogy egy kicsit távolabb. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy kijelölünk egy ilyen erdős részt, mondjuk az üvegház környékén, és akkor ott lesz az ilyen növények, meg ilyen alapanyagok. Ennyivel a trekkinget nem nagyon használom, pedig ugye tudnám ezt is így, főleg éjszaka volt. Lehet, hogy nem látunk. Jó. Fuck yeah! Nagyon jó. Várjátok, egy dolgot meg kéne néznem egyébként ebbe a... Úgyhogy most lehet, hogy közben én ránézek YouTube-ra, telefonon. Rá kéne néznem egy dologra, hogy milyen alapjai voltak ennek az épületnek, és már az lehet, hogy számít, úgyhogy bocs ez. Poker ezt. Jó, oké. Semmi gond. Minden rendben van, megnéztem. Nem biztos, hogy számított volna, de azért nagyjából olyat akarok csinálni, amilyen van a csodálatos videóban, hasonlót. Nem csites. Tehát nem ilyen lebegőbázis, meg ilyesmi, hanem inkább egy ilyen akadálypálya a zombiknak, aminek köszönhetően nagyon ők nem tudnak. Nem tudnak mit csinálni vele, mindenképp, hogy el akarjanak jutni hozzám. Egy ilyen akadálypályán kell végigmenniük, ami nagyon brutálisan lassítja őket. Meg még ráadásul nem csak úgy lassítja, de így vissza is dobálja őket. Szóval egy ilyen eléggé szoporrollerre ülnek fel, hogyha hozzám el akarnak jutni. És ezt még egyébként lehet, hogy lehetne tetézni, de majd mindjárt meglátjuk, hogy ez mégis hogy fog ezt kinézni. Csak gyorsan egy csomó fára lenne szükségem, akkor nem kellene itt vinkódnom már. Vinkódni, ez annyira durva volt, hogy tank, ugye, a live-omban. Volt ugye a 7 Days to Die live, amiről beszéltem az előbb, ugye jött tank is, és ezt a vinkódás kifejezést használta, és olyan fura érzésem volt, mert ezt tényleg csak itt a környéken szoktuk használni. Rá is kerestem például Google-ben, és nincs róla szó konkrétan. Nem talál a Google rá semmit, csak annyi, egy helyen van azt hiszem megemlítve, hogy zalai nyelvjárásban valahol emlegetik, hogy vinkódást. És így föl van sorolva szavak között. És használta tank, és így kérdeztem tőle, hogy úristen, te mondom, zalai vagy? Vagy miért? Vagy miért használod ezt a szót? Aztán mondta, hogy hát azért basszus, mert van egy hülye zalai videós, aki ezt használja mindig ezt a szót. És eltarultam, de ez tök jó egyébként. Most lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha azt mondanám, hogy ez egómnak jó, de nem az egómnak, hanem ilyen tényleg jó érzés. Ja, lehet, hogy tényleg az egónak jó, de nem. Nem így ítélem magamról, hanem tényleg itt tök vicces, hogy hatással voltam egy emberre, hogy olyan szavakat használ, amik nagyon ritkák.
És egyel később fog majd kihalni az a szó. A vinkórás. Egyébként tudjátok, hogy miből ered a vinkórás? Ugye a vinkórás az vesződést jelent. Mármint, hogy vesződsz vele. És igazából a vinkórás az azért, mert van egy olyan bor, a vinkó, ami szintén ilyen nyelvjáráshoz kapcsolódó, tehát ilyen nem gyakori szó. A vinkó az meg egy ilyen keserű, nem túl jó bor. Tehát igazából az nem egy jó dolog. Hogy nem egy jó dolog, hogy az a bor, és akkor így jön ez a vinkórás, legalábbis én így feltételezem, mivel a vinkóból eredhet, nem? Igazából vesződésére. Na. Gyerekek, 3500 fát kiütöttünk, úgyhogy ezzel leszünk egy darab. Jó, nem volt gond, hogy ez nem nőtt nagyobbra, teljesen frankó volt. Na gyerekek, aztán most jönnek az olyan dolgok, amik még eddig nem voltak, erre tudjátok képzelni. Hát ja, ez így most. Várjál, kicsit ott gondolkozzak. Hát, egy fene az. Álljunk neki. Félek tőle egy picit, kellene csinálni egy csomó building blokkot. Nem tudom, lehet, hogy egy párat tudok csinálni, de elég lesz egy 500 azért. Ja, nem fog sok blokkba kerülni egyébként, tényleg egy ilyen elég minimál lesz. Viszont ez úgy fog kialakulni, hogy kellene nekem csinálnom platformot, 3-asat, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, kb. 5 blokk távolságra kellene csinálnom még egy ilyen platformot, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen, minek nevezik, pillár, struktúra, akármi. Nem is tudom mi ez. Oké. És kellene csinálnom még egyet. Ez lesz az akadálypálya a zombiknak. 2, 3, 4, 5. Ide is kellene csinálnom. 1, 2, 3, 4. Ezek ugye ilyen tömörek lesznek, szóval semmi értelme nem lesz szétverni ők. Viszont itt ezt a bejáratot lehet, hogy meg kéne csinálnom, úgyhogy lehet, hogy leások. Hogy ez legyen kész, hogy tudjak benne mászkálni már leföl. Úgyhogy ezt leásom magam, itt jó. Jó van, majdnem lecsúsztam. És akkor utána fölrakjuk. Blokkal. Meg létrával. Ez az. És akkor ezt fel fogjuk upgrade-elni mindenképpen cobblestone-ra, de viszont az lenne a lényeg, az lenne a jó, hogyha ezt föl tudnánk minimum betonra, mivel azért ez jó lenne, hogyha nem menne szét. Mármint nagyon nem fogják ütni a zombik, tényleg akadálypályaként fognak rá gondolni, és megpróbálnak eljutni hozzám. Bazza, 11 ezer kövel van, gyerekek, Jézus Mária. Viszont amikor mit tudom, robbanó zombi, vagy pedig ugye rendőr belelő, vagy akármi történik, akkor ne az legyen, hogy... Figyeljetek, most ezt lehet, hogy az kéne, hogy... Aha. Ilyet ugrálni nem a legjobb ilyenkor, mert fölfele megy az a sérülés. Ez az. Hű, hát ez nem biztos, hogy jó ötlet volt így. Ez jó volt. Jó, oké. Dobtam egy izé blokkot magam alá, amikor zuhantam. Nagyon pro voltam, nem? És nem mondhatjátok, hogy ez szar volt a gépőr. Közben kajások lettünk. Ugye itt a bázisból tudok eljutni a hordaváróhoz. Ami egy fontos dolog, mert nem kell kimászkálnom. Meg hogyha minden kötél szakad, akkor még be tudok menekülni a bázisomba is. Úgyhogy ez valami ilyesmi program. Jaj, ne, ja, jó, most még már tudom izélni, kopizni ezt. És ezt hova az anyámba raktam? Jézus úristen. Oké, és kacok. Ez így akkor kajak, ugye? Ez egyszer megvan. Na, akkor építkezzünk. Le kéne kopizni ezt. Nagyon, nem lesz bonyolult egyébként. Tényleg, meg kell nyugodnotok. Nem lesz bonyolult. Ezt elvileg... 1, 2, 3,
Ez mennyi? Ez most a harmadik blokk, negyedik, talán az ötödik, vagy negyedik blokkig kell felhúzni. Nem lesz magas se, nem kell igazából komoly dologra gondolni, tehát hamar meg tud építeni ezt. Tényleg hamar. Mindenféle túlzás nélkül. Majd, hogyha jön valami random horda, vagy valami zombi, akkor ezzel ki fogjuk próbálni egyébként. Feltétlenül. Egyébként itt is lesz kiárat a bunkernek, egy olyan helyen, ahol nem fogják elérni. Szóval nem kell aggódni, nem... Várja? Viszont... Jó, megépítem azt a belső részeket, majd azt fogjuk csinálni, hogy... Kifogom... Szét fogom szedni annyira, hogy fel tudjam upgrade-elni, mert ez tényleg úgy lenne jó, hogy azért ne... Mi marog be ez? Tényleg úgy lenne jó... Valami zombi... Várj, ha fejbe vágom ezt, gyerekek, nem zavar itt engem, hogy itt szórakozik. Mert már fel azt a blokkot. Így, így, így. Először is csak így tudnak följutni erre az egész kotlára. Várjatok, rá akarok nézni, mert... Hát remélem, hogy ez működni fog, srácok. Komolyan mondom, egy kicsit aggódik a keeper. Egy picit aggódik. Így, 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 így. Ugye ahhoz, hogy föl tudjanak ide jutni, akkor ahhoz, alapba, várjál. Nem ezt, amire kellett volna raknom. Jó, várjál, szimmetrikus meg minden. Nem annyira. Nem annyi, valami nem stimmel, gyerekek. Mi a pöcs? Mi a pöcs? Ide még kell rakni egyet, és ide kell rakni még egyet. Így konkrétan... Föl tudnak ezen ugrálni? Nem, megint nem jó. Elvileg végig föl tudnak ugrálni. Valami nem stibbel egyébként, de vagyira akar ez így összejönni valami. Valami nem jó. Várjátok egy pillanat, ezt újra kell gondolnom, mert szerintem lehet, hogy egy kicsit túlságosan nagyra csináltam. Így. Ez ugyanaz, ja, oké. Okay. Na, ez, erre ugye fel kell jönniük. Ugye nincsen falling damage-ük a zombiknak, de viszont azt hiszem, hogy a bad damage-el, mármint hogyha nagyot esnek, és esetleg attól be tudnak menni ilyen rage módba, ugye? Hogyha jól értelmezi a dolgot a keeper. Szóval nem jó, hogyha rohadtan magasról leesnek, az a lényeg, hogy csak annyira essenek le, hogy ne tudjanak elérni. Szóval itt tudnak végigjönni, oké. Okay. És akkor kellene csinálnunk, hát ez basszus, ez soha nem fog meggyógyulni, hogyha itt tökörészek, itt ugrálok. Szét kell majd szednem annyira, hogy tudjam upgrade-elni, jó? Szóval egyelőre építkezési projekt, működési dolog van. Mindjárt felépítjük ezt is. Ez lehet, hogy egyel magasabb, mint kéne, de mindjárt meglátjuk. Aha, magasabb. Kipróbáljuk már egy zombi. Már lehet, hogy így meg tudjuk csinálni, mert elvileg ütni nem szabad nekik. Jó, mondjuk egy robbanós vagy akármi az ugye tud a kárt tenni benne. Itt, aha, úgy. Ez azért érdekes, mert ugye itt a zombik úgy fognak felugrálni. Szopnak, mint a torkos borz, egymást fogják lelögdösni. Tehát nagyon nehezen fognak ide följutni, ami egy pozitív dolog. Mert ez nagyon lassítja őket. Hogyha sima lépcsőd vagy rampát raksz, akkor az a probléma, hogy de itt nem tudom, ott nem be fogják ütni, basszus. Azt nem tudom, de nem, szerintem nem, hanem mindig megpróbálnak a rövid úton. Mert próbálnak itt felugrálni, ugye tumultus lesz, egymás lögdösik, szenvednek, szarakodnak. Itt, ezen is át kell, hogy vergődjék magukat, utána át kell vergődjék magukat, majd egy, ez, nem, rosszul raktam, jó, még kell ide egy. Egy pólon, egy rampán, vagy egy ilyen rúdon, amiről, hogyha nagyon tumultus van, löködik egymást, akkor szintén egymást lelökik, és akkor leesnek, és akkor újra tábla, mehetnek vissza az elejére, és próbálkozhatnak újra. Szóval az egy ilyen elég cink dolog lesz nekik. Utána jöhetnek majd ide, mindjárt. Megépítjük ezt is, az üreges viszont. Már nem tudom, hogy az, hogy üreges, az nem biztos, hogy jó. Azon nagyon gondolkozok, hogy de talán jó.
Nem vagyok benne biztos egyébként. Mindegy, mindegy, megpróbáljuk. Megpróbáljuk, nem akarják majd ásni. Ezt is meg kell építenem ugyanolyan magasra nyilván. Ja, hát egy kicsit fáj. Fáj. Fáj a kicsi lába a csávónak, jó lenne már meggyógyulni, de sajnos ugrálom, viszont kell. Oké. Szuper. Szupernek mondható? Annyira egyébként nem mondható szupernek. Nem vagyok bele megélégedve teljes mértékben. Ez ugyanolyan magas, ugye? Oké. A távolságok ugyanazok elvileg. Akkor most kellene nekem egy olyan, hogy pól. Csak nem innen, hanem... Lehet, hogy külön kellene vennem. Mondjuk egyet lekraftolok, akkor utána már úgyis tudok belőle. Hey, elnézést! Pole Side Centered. Szerintem ez az. Ebből kellene csinálnunk. És elvileg ezt be tudod úgy forgatni, hogyha ezt kiválasztod, hogy ugye... Oda. 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 Oda és oda. És akkor ugye tovább itt is. Oda. Oda. És ez emiatt, hogy ez így van megoldva, esélyes, hogy folyamatosan le fognak patyogni. Szóval az lesz a metódus. Itt megpróbálnak fölvenni, nagyon-nagyon szopás lesz nekik felugrálni azon. Utána elkezdenek itt gyalogolni, leesik, szenved. Tovább gyalogol, leesik, szenved. És akkor itt jövünk mi a képbe. Viszont tényleg nem nagyon vagyok benne biztos, hogy az, hogy üreges lett, ez egy jó ötlet. Úgyhogy ezt lehet, hogy egy kicsit át fogom alakítani, lehet, hogy kim fogok följönni valahogy. Vagy pedig lesz egy külön rész, ahol föl tudok jönni. Lehet, hogy lesz egy alagút. Úgyhogy ezzel nem vagyok kibékülve, ezt egy kicsit így visszaszedjük, aztán mindjárt majd alakítunk rajta. Alulról ugye, mit tudom én, alakítok ki egy másik feljáratot, szóval nem gond. Na srácok, viszont akkor ezt itt meg kéne tömöríteni. Ja, ez lehet, hogy tömörnek jó lenne, hogyha tömör lenne. Mondjuk ezt ide. Így, felugrálok. Ugye ide akkor tudok csinálni egy, mint tudom, egy följáratot, annyi, hogy ne érjenek el. És akkor lesz egy plusz feljárata. Mondjuk itt. Ebbe lesz a följárat, érted? És akkor itt leások. Csak az jó lenne, hogyha amin állok, az egy ilyen nagy tömör dög lenne. Hogy nehogy az legyen, hogy ők bármikor is azt gondolják, hogy az jó ötlet lesz kiásni. Oké? Okay? Úgyhogy ez valahogy így fog megvalósulni. Oké, okay, és itt van a tömör. Itt jössz föl. Feljössz. És akkor itt is ugye, okosba. Csinálsz magadnak egy védelmi helyet. Így van, hogy. Hát ezt mindenképp így kellett megvalósítani, ez hülyeség volt az első ötletem. Úgy. Megcsináljuk a tetejét is, és még lesz egy érdekes feature benne, amit mindjárt meg fogtok látni. Hát azért jó, egy-két blokk kell hozzá, de azért annyira veszélyes, nem olyan veszélyes. Ezzel ugye tényleg bár majd, hogy nem, de beszúrt a hátam, basszus. Vagy nem tudom, mi a franc olyan, ahogy veszem a levegőt, de fáj. Na. Így, ez eddig oké. Okay. Ide most leugrok. Ez itt tök jó, eddig. Viszont nekünk kellene egy olyan... Ugye leugrunk inkább ide, aztán innen építkezünk. Ide kéne egy kijárat. Szerű projekt. És ide egy ilyen. Ahova nem tudnak átjönni. Viszont ez arra jó lehet. Ez a dolog. Képzeljétek el. Ha valami nem stimmel szerintem. Valami nem stimmel. Valahogy nem vagyok kibékülve vele. Majdnem jó. Majdnem jó. De mégse jó. Ez az egész mégse jó. Kicsit kiszélesítem. Hogy ne csak egy alagút legyen nekem, alagútnyi helyem, hanem legyen egy annyi, hogy tudjak benne ládát tárolni, mert az igazából ez nekem nem jó ötlet, hogy csak annyi helyem van, hogy egy alagútba tudok így létezni, hanem legyen egy kis mozgásterem. Hoppá, az leesett. Az ott széttörött, jó, nem baj. Ugye meglátjátok.
Bocs, hogy itt tök a része is van, de ezt meg akarom építeni frankon. Egyébként ezért jó, hogy izé blokkokat használsz, ez a building blokkot felupgrade-el, mert tök jól tudod szeregetni, nincsen vele semmi gond. Nem is tudom, valaki írt a live-ba, hogy miért nem egyben a cobblestone blokk, és mindenképp sokkal több előnye van, hogyha ebből építesz, rengeteg XP-t kapsz, amikor upgrade-eled ugye. Na, ez így most már barátibb lesz. Látjátok, milyen nagy helyünk lett? Ugye mindjárt, azért, az már így tényleg frankó. Ugye itt akkor el tudsz, ládákat tudsz rakni, vagy bármi. Nem kell itt izélned, nem kell itt nyomorognod. Ugye itt fogsz lenni, amikor jön a zombi, itt jönnek végig, és ide kell egy olyat csinálnod, amin ki tudsz ütni. Ennyi az egész. Ennyi lesz a nagy megfejtés. Vissza kell bontanunk majd a blokkokat, azt ne felejtsük el, srácok. Mert azért azt nem ártana. Hogy a belseje is majd. Oké. Okay. Jó, ott. Megcsinálom azt is. Megcsináljuk full készre, csalunk valami zombikat, jó? Ez valahogy leteszteljük, nem tudom hogyan. Okidoki. Okidoki. Melyik filmben volt? Remélem mindenki tudja. Milyen sorozatban jobban mondva. Király, király mód! Oké, és ilyenkor viszont ide jó egy ajtót csapnod. Ugye meg fogod látni, hogy miért. Ide ki tudsz jönni. Szóval, hogyha nagyon szar van valamivel, bármivel, akkor tudsz egy olyat csinálni, hogy itt ki tudsz jönni, azt tudsz mit tudom, menekülni, bármit tudsz csinálni. Ez így tök jó. Meg, ráadásul, ami iszonyatosan hasznos ebben az egészben, ugye így, mit fogtam szenvedni, képzeljétek az a gombik, így jaj, próbálnak végigjönni ezen a szaron, lefotyognak minden, és akkor te meg itt fogod várni őket, ez fejbe vágod, leesik, akkor ugye jön újra. Meg még annyi, hogyha van neked olyan, az a közelharci milifegyvered, tudod, az a turretszerű, amelyik így lök egyet, akkor hogyha ezt ide rakod, akkor ugye amikor ide ér a zombi, akkor triggerelődik az lökőszar, és oda vág egyet a zombinak, az lelöki. És akkor szóval megint megint jöhet újra. Szóval ez egy ilyen projekt lesz. Kéne valami zombit csalni ide, gyerekek, azt kipróbálni. Ha más nem, ugye úgy, hogy nem muszáj nekünk most felupgrade-elni. Ilyes vagyok, ja, bocsánat. Hú, nagyon izé vagyok, bele vagyok gondolkodva itt a dolgokban. A cobblestone blokkot is kellene csinálnom. Ja. Nincs kajám. De elmosztom ki kaját, de hülye vagyok be ezek. Ezt viszont te kéne ültetnem ezeket a magokat gyorsan, mert lehet, hogy majd kell még. De ja, nem ültetem el, mert nem itt lesz. Ó, gyerekek, azért most már kezd kiépülni, meg ott lesz ugye a üvegházi bázi. Jó, itt egyébként ezt rendet kéne tennem, szóval, hogy zavarnak, hogy itt vannak ilyen különböző dolgok. Megyünk kajálni is. Jó, hát ezzel igazából, ez kurva jó lesz szerintem. Megmondom őszintén. Kérem valami zombit becsalnom ide, nem? Gyorsan innen eltakarítom a hülyeségeket, hogy egységes legyen a terep. Azt igazából fel kéne upgrade-elgetnem. Abból megint lesz egy csomó XP-m, tényleg. Csak leteszteljük, jó? Hogy működik-e frankon, megnézzük, hogy ugrál fel a zombi, meg ilyeneket. Az tök jó lesz egyébként, hogy nagyon lelassítja őket ez az egész projekt. És ugye a lelassítod őket, és ráadásul nem tudnak úgy hozzád férni, tehát egymás mellett nem tudnak odajönni a zombik. Az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, mivel akkor gyakorlatilag egyre kell koncentrálnod. Mindig egyet leütsz, az leesik, vagy éppen meghal, akkor jön a következő. És akkor így sorba jönnek, nem tudnak úgy jönni, hogy elárasztanak. Meg ugye úgy működik ez a játék, hogy konkrétan akkor spónol be több zombi mindig, amikor megölöd őket, akkor mindig spónolnak helyükre. Szóval nem kell rohannod neked. Nem, nincs az, hogy egy idő után egy millió zombi jön, mivel van egy max, ami lesz spónol, és utána, amikor megölted, akkor jön a többi. Szóval ilyenek azért jók. Jó, oké. Kéne valami zombiszerűt csalni, akár még messzebbről is. Vagy pedig valamelyik házba bemenni, aztán akkor hogy jöjjenek. Na nézzük. Oké, gyerekek. Kajak. Nekem nagyon tetszik egyébként, tök jó.
kicsit ilyen, fú, milyen kevés anyagból megkészül, nem? Ahhoz képest, hogy... Valami nagyon izé, valami nagyon furcsa zombi hang van. Tök jó lenne most egy ilyen horda. Ez egy tök jó ki tudnám próbálni, de olyan szerencsém úgy se lesz, hogy találok egy darab zombit is. Egy horda gyerekek, meg egy, mi ez a izé, mi ez a csúnya idő? Jó, ilyen fáklyákat meg ilyeneket, ezeket felejtsétek, ezeket nem rakunk nyilván. Oda, mivel... Én nem akarom, hogy sikítő zombi hegyek jöjjenek. Gyerekek, milyen farmot lehetne csinálni? Sikítő zombit így bezársz valahova, nem? És akkor folyamatosan hagyod neki, hogy sikogasson. Aztán izé van, jönnek mind az oroszok. Figyelj, valahonnan ki kéne csalni egy csomó zombit. Mondjuk itt biztos vannak, nem? Yes. Itt még nem is jártunk? Ja, de itt jártunk, bazza. Jó, egy darab zombi. Kevés. Ez nagyon kevés, úgyhogy még jó lenne. Valahonnan még csalok zombit. Tényleg már jártunk, basszus. Itt is jártunk. Jó, jönnek. Az a baj, a rohanós ne jöjjön, mert akkor azt nagyon került, nem? Jó, kettő jön. Meg elvileg volt ott egy némből. Bazzazó. Maradjál már, more! Jó, veled nem tudok. Nem tudsz normálisan játszani szabályaim szerint. Futkorászoldik. Ezt cseszhetem azt a nőt, azt nagyon köütnem. Gyere, bazze! De, nézd oda! Nem azért kell nagyon ütnöm, mert tudom, hogy éjszaka is rohanósok jönnek, csak azért kell nagyon ütnöm, mert hát én nem tudom normálisan csalni őket így. Benézek ide is meg, na, van itt izé mentői autó. Zombi meg hátam mögött mindjárt. Szóval itt nem lehet valami fokozni, hogy jöjjenek. Hol van tesó? Hol vagy tesó? Jóó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 
amire odaérsz, öcsém, ezt levegye nap. De lootoljunk, nem? Megcsinálok egy küldetést úgy, hogy egy zombi elkísér, lol. Az a baj, hogy nem tudom, hogy hol. De meg leakadnak, tudod? És tényleg hiába megyek el mondjuk mit tudom, zombit riogatni. Ez a csávó az... Gyere, gyere, hol vagy? Gyere már, bazza, hát. Komolyan mondom. Talán itt lesznek még, aztán akkor be tudok bonzani. Ó, oh, micsoda izé. Zárt. Hoppa! Most majdnem elcsipte öcsi. Próbálok még zombit szerezni. Gyerekek, nem hiszem el, hogy ilyenkor nincsen. Itt van. Ott van a... Gyere le! Jaj, ne! Ilyen... Ilyen izé lábatlankodó hülye. Kutya-butya. Tudom, mellé ütöttem meg én, komolyan nem vagyok ügyesebb a kutya ölésbe. Próbálok még valamit okozni. Hello! Nincs itt senki? Gyere, gyere, te is! Gyertek, ne üssétek a ízéket, dolgokat, fölöslegesen. Gyere, hol van a haverod? Volt még egy ilyen. Nem hiszem el, bazze, komolyan mondom. Gyere, ugord át, úgy... Bazze, hol van még? Az egyik melós, az megint eltűnt. Hát a szemek, te álljon meg, komolyan mondom. Ilyenkor nem jön el, hogy rohadt zombi orda, vagy valami. Gyere, 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 haver. Nem merek mellé ütni, sem merek hallani, mert izé lesz. Elpusztul. De most tényleg? Hallod? Ilyen lassan? Meg volt még egy haverja. Te az ott gáztartály, azt nem lehet itt lőni? Tök vicces benne. Nem. Gyere, gyere, gyere Tibi. Szórakozzál, elmérek rá itt egész nap veled szórakozni. De rendezek terepet, vagy nem tudom, valami hasznosra is töltsem az időmet. Ugye? Ilyen lassú tetű vagy ember. Ja, föl... Ó, ott jön egy, jön egy hülye vég.
Ja, jönnek, jó van, csak rohadt lassan. Gyertek, baze, vagy valami legyen beletek. Muszáj kipróbálnom, hogy nem, mit tudom én, nem felmennek-e, nem kezdik elütni a blokkokat, vagy ilyesmi, nem történik-e vele. Mert különben akkor cseszhetem, de szerintem egyébként jól fog működni. Hogyha az útkeresése úgy van kiszámolva, ahogy én elképzelem, akkor jól fog működni, hogyha nem, akkor nem fog jól működni. Ennyire egyszerű ez az egész történet, viszont iszok egy kávét. Kávét kellene majd csinálni, meg ugye meg kéne csinálni az üvegházat kicsit nagyobba. Meg erre farmerkodásra ugye még skillpontot valószínűleg fogok pakolni. Alor az a hülye, az meg elment másfele. De jó, komolyan mondom. Leakadt, legalább ez jön, a haver jön. Tibi, gyere, ne szórakozzál, bazze. Az a másik hülye, azt nem tudom, meglőjjem, vagy mit csinálj vele. Hát, cseszik rám, hallod. Tibi, indul meg, ott a tyúk, hallod. Segbe lőttem a tikot. Na maradjál itt, Tibi, elmegyek azért a izőért. Tikér. Jaj ne! Megvan a tyúk. Tadva volt a száj egy tiknak. Na figyelj, már le is akadt a hülye. Haver! Itt vagyok. Tibi, gyere! Na bazzák. Na nem mondod! Végre. Tibi! Ne marítsál meg! Te vagy itt a izé kontrollcsoport, teszt alany. Na figyeld! És gyorsan felugrálok. Végig megyünk a pólon, mind a ketten, és beállok a helyre. És akkor nézzük, hogy a Tibi, ez mit fog csinálni. A Tibi, néz oda! A Tibi rájött, hogy föl kell menni ott. Hát ez egy kény lesz neki szerintem egyébként. Figyeld! Úgy kell felugrálni. Figyelj, küzd mind disznó jége, hopp. Ugra-bugra, képzeljétek el, hogy sok zombi jön ott. Akkor ugye esnek. Oda néz, Tibi. Jaj, bazzag, ide is kellett volna egy ilyen ugrót csinálnom, úgyhogy Tibi, bocs, ez. Vegyünk még egy kört, jó? Elfelejtettem, hogy oda is kellett volna egy ilyen ugra-bugra dolgot. De ugye az a lényeg, hogy itt is felugri-bugri. Itt fölmegy, és akkor itt is kell. Ugra-bugra. Hogy az még jobban szívassa meg a Tibit. Na figyeld, most lesz a jó. Figyelj, Tibi megpróbálkozik vele újra, hogy felmászik. Ja, próbálja, úgy látom, hogy kisebb sikerrel, mint az előtt, ott szenved. Szenved, mint Pilátus macska, jó, sikerült felugrania, itt akkor megint. Ajaj, mi van itt? Itt megint ugra-bugrálnom kell, jó. Tibor megjött. Tibor, és ugye nyilván, hogyha többen jönnek, akkor esélyes, hogy egymást löködik le. Úgyhogy ez benne a slusz poén. Úgyhogy szerintem ez egy baromi jó szajra. Majd kipróbáljuk kicsit élesebbe is. Hogyha jön egy zombi horda, akkor majd kijövünk, azt valami lesz. És látjátok, hogy gyakorlatilag lényegtelen, hogy milyen minőségű blokkkal dolgozol. Nem, teljesen lényegtelen. Na itt le kéne ástunk viszont. Aztán akkor átalakítjuk, hogy itt lesz a följárat. Ja, egyébként nekem ez nagyon bejövős ez a szajré, ez a cucc. Ja, úgyhogy amit ástam, azt viszont be fogom falazni. Most annyi, hogy kicsit... figyeljetek, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy már itt körbe ásom és körbe rakom magam körül. Jaj, az anyja úristene. És akkor ugye nem kell még egyszer. Tehát konkrétan négy oldalra kell ásnom. Tehát, ha most jön zombi, akkor meg beszoptunk. Úgy szó szerint. Szépen fejezem ki magam, akkor cumi van. Ez az. Meg ide is. Okay. És akkor itt létráma, ugye föl tudsz venni a torony tetejére. Lehet, hogy leássak, mert itt kém van ez, hogy itt nem látok semmit, gyerekek, hanem majd valami lesz. Jó helyen ássak le egyébként? Meg közben itt meg, ma. Jó. Oké, hát ezt fel kellene majd upgrade-elni. Teljesen.
Figyeljetek, 28. napig bőven ráérünk, úgyhogy lehet, hogy megcsináljuk ezeket a struktúrákat, szerkezeteket, tudjuk tesztelgetni okosba. Akármi van, ugye, kirohanunk ide, becsaljuk az obbikat, megnézzük ugye, hogyha hátulról jönnek, akkor is felcsalódnak el, tehát nem kezdik el ütni. Mert az is egy szempont, hogy nehogy az legyen véletlenül, hogy amikor hátulról a piramis irányából jönnek, akkor nem akarják megkerülni az egész hóbelebarcot, hanem lehet, hogy akkor elkezdik a hátulját ütni, ugye a lépcsős részt. Vagyis ezt a részt, ahol most vagyok. Ott fönn. Szuper. Egyébként nekem tetszik ez a dolog. Szerintem működhet. Egyedül az a gond, hogyha ugye olyan zombi jön, például aki robbanik, meg ilyesmi, akkor az tud meglepetéseket okozni. Tehát szerintem azért annyira nem nagy gond lesz ez. Viszont itt ezt majd valahogy be kell falaznom komolyabban. Tehát igazából nem is annyira fontos. Mert hát, figyelj, az egy ilyen tömör böszme nagy kocka lesz a tetején. Szóval annyira nem gáz. Jó, viszont itt akkor meg kell csinálni azt. Hát bocs, ezt gyerekek, hogy itt megy az építkezés, de Keeper próbálja összehozni ezt frankóra. Jó, itt egy sort kivágunk. Ha többet nem is, amire a létrát fogjuk felrakni. Hogy tudjam tesztelgetni, tudjam használni. 28. napig ugye van időnk tesztelgetni. Ezt jó kiást, amit te csinál. Ja, éhesek vagyunk, tudom egyébként, tudom. Szuper. Kellene lojtorgya. De nem az egészből, hanem mondjuk pár darabot ki kéne venni innen. És akkor kellene belőle lojtorgya, meg kellene belőle... Figyelj, tudok csinálni lojtorgyát egyszerűen. Hát megyek ide. És akkor lekopizom azt a blokkot. Aztán akkor nem kellett újat csinálni a képernek. Egyre jobban átlássa a helyzetet. Átlássa. Ezt akkor mehet a lojtorgya fölfele. Jó, hát ezt a falat megcsinálom. Tényleg legyen kész. Megcsináljuk rá az ajtót. Ugye azért kell ott az ajtó, hogy ki tudja oda menni, hogyha valami gebasz van, mitől leszakítják, vagy bármit tudják csinálni, ne az legyen, hogy ott megszorulj. Például ugye live-ban is az volt a probléma, hogy nem tudtuk javítani a dolgokat, nem tudtál oda menni a pólokhoz, de így ugye meg tudod oldani, hogy tudsz mozogni esetleg kifele is, hogyha úgy van. Ja, meg ott, hát mögötte lesz egy ilyen, nem tudom, lajtorgyás rész, amelyik ugye elvesztette a funkcióját, kicsit túl mélyre ástunk. Kicsit máshogy tervezte a Keeper, de hát így is teljesen pacek lesz, gyerekek. Nagyon be tudok merülni. Egyébként kicsit olyan, tudom, hogy ilyenkor nem annyira vagyok talán szórakoztató, mert nagyon belemerülök ebbe az építkezésbe, és így egy questelés során, egy küldetéseket, amiket csináljuk, akkor sokkal inkább lehet pörögni, meg lehet röhögni, meg lehet hülyéskedni. Ilyenkor megint valamilyen szinte bele kell mélyedni, mert különben azt se tudod, merre vagy előre. Aztán ilyenkor nem történik annyi inger velem sem, vagyis nem ér annyi inger engem sem, és emiatt ugye nem, igazából nem pörgök annyira, nyilván. Jó, ez viszont pacek lesz nagyon, tényleg jó lesz. És ezt most nem azért mondom, mert én csinálom, de szerintem ez így, ezt másnál látnám, akkor is szerintem azt mondanám, hogy hát ez azért, testvérem, ez egész jól néz ki. De várjál, megint valami rossz oldalra vagyok, vagy mi a pecsön? Nem rossz oldalra. Azt hittem, már megint nem jó felelnézek, azok az égtájak így a föld alatt kicsit meg tudják bolondítani az embert. Na, ugye így egyből följössz, onnan ugye a bázisodból, és egyből ide jutsz. Viszont ide még kellene nekem egyfajta blokk, de ezt lehet, hogy most nem csinálom meg, mert teljesen lényegtelen is. Ha nem... Nincs itt véletlenül egy zombi? Ott egy zombi. Na, figyeljetek. Ezzel csinálunk egy plusz trükköt. Nem tükröt, hanem trükköt. Egy olyat, hogy ezt el fogom csalni a piramis fele, és én nagyon gyorsan visszajövök, fölfutok, és kíváncsi vagyok, hogy meg fogja kerülni a piramist. Vagy pedig érzékeli, hogy ott van létra belül, és hogyha kiüti, akkor gyors, könnyebben feljut. Ugye eddig nem volt létra. Az is fontos, hogy most lehet, hogy érzékelik, hogy van ott bent létra, és érdemesebb kiütni, mint hogy
Ugye van ott egy út nekik most föl, mert amúgy meg nincs. Úgyhogy ez erre rohadt kíváncsi vagyok. Jó, elcsalom ide. Hát ez jó lassan jön, ez nem tudom egyébként föl tud-e ugrálni, vagy valami fog-e történni vele. Mert hogyha ez a létrás dolog nem működik, akkor ezt úgy kell csinálnunk, hogy a létrát azt mindig vissza kell szedni. Tehát nehogy az legyen, hogy... Nehogy az legyen, hogy érzékelik a létrát, és akkor bepróbálják fúrni magukat, hogy fölmenjenek. Mert ha nincs létre, akkor igazából nincs értelme befúrni magukat, értitek? Na, szóval ennyi volt. Jöjjön el eddig jól. És akkor én elfutok oda, és akkor megpróbálok feljutni. És mindjárt kiveszek egy-két kockát majd, hogy lássam, hogy mozog. Vagy nem biztos, hogy ki fogok venni. Na testvérem, gyere ide! Itt vagyok, figyelj! Nem olyan bonyolult ez a dolog. Közben szerünk egy kis vasat. De az sose rossz. Hú, bazza, kifogtam a leglassabb zombit az egész rohadt játékba, hallod. Na aztán akkor most purizzunk föl. Oda. A helyünkre. És nézzük meg, mit akar a zombi. Az még nekem is kihívás, hallod. Na figyelj! Most. Ha ez lesz a baj, gyerekek. Nem. Nem számít nekik a létre. Nem számít, hogy van belül létre. Ugye egy ütéssel ki tudná ütni ezt a blokkot. Szóval ez tök jó. Ez kurva jó ez a megoldás, gyerekek. Ha onnan jön hátulról, akkor is inkább ide jön hozzám, és elmegy oda a végébe, és megkerüli. Rohadt jó. Azt a megyen, mekkora fenyők lettek, dikaz. Ez kurva jó. Bocsánat, csúnya beszédél. Oda lesz, de nagyon így, egyébként imádom ezt. Ugye összetömöríti őket egy útvonalra, és nem fognak tudni, egymást löködik le, ahogy mennek fel azon a szaron. Ez rohadt jó. Hát ez nagyon adja, gyerekek, és ugye ide fog érni, itt lesz nekem egy ilyen csodálatos, és olyan, hát majdnem lelkalimpált a testvérem, hát ne viccelj velem. Meg kellett volna próbálni egy olyat ráhúzni, csak hogy leesed volna. Jó hülye voltam, de szerintem akkor itt, innentől mondhatjuk, hogy ez egy perfect dolog, meg itt lesz majd egy ajtó, jó vasajtó, igazából tök mindegy, milyen, mert úgyse akarják ütni, meg nem is tudják, majd ugye ide nem tudnak átjönni, ide jó lenne egy turret egyébként, egy olyan turret, amelyik így pum, lelökő őket. És akkor ugye mindig van időd esetleg arra, hogy küzdjél. Hát ez akkor baszdmeg jó, hogy gyerekek, ez nagyon tetszik ez a bázis rész, vagyis ez a horda váró. Mégse csites, mármint nem alkalmaz az olyan csitet, hogy mitől nem érnek el a zombik, meg repül, mitől repülőbázis, meg ilyen. Hanem egy komplex struktúra, és kihasználja azt, hogy... Várjál már, itt ez hány blokk? 1, 2, 3, 4, 5. Itt is 5 blokkot hagytam. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, 5. Ezt le tudjátok kopizni szerintem egész nyugodtan, szerintem ez egy tök jó cucc. Főleg azért föl lesz, figyelj, még egy acélra is felupgrade-el, az elég sokáig el lehet ezzel kütyülni. Meg majd rohadt kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ugye izébe. Milyen lesz akkor, amikor konkrétan fullra elkészül. Na, gyerekek, meg kellene csinálnunk a izénket és a farmunkat. Farmunkat. Ó, hát ez a zombi vagy horra váró. Ez szerintem epikusan jó lett. Na, ide kellene egy izé, kellene valami üvegházszerű csoda. Valószínűleg, hogy föl kell szednünk. És akkor kraftolunk egy csomó izét is. Mindenképpen rengeteg ilyen földet. Tudod, ilyen, nem tudom, minek nevezik, virágláda, vagy minek nevezzem, magas ágylás. Hát ez epik jó. És ugye ez tényleg úgy van, hogy úgy vezet fel őket oda. Tehát minden egy pontba akar, ugye ide erre a pontra akar felugrani, hogy tovább menjen. Szóval amikor így ugrálnak, akkor így törekednek, így lökörik egymást, szapnak itten. Mint az állat. Aj, de jó! Nagyon tetszik. Ez egy kicsit para lesz egyébként ebbe lenni, de hogyha nagyon minden kötél szakad, akkor ugye tudsz még azzal mesterkedni. Meg ugye az van, hogy mindig amikor odaér egy, jó, bemegyünk, mert minden szomjasak vagyunk ilyesek, amikor odaér egy, akkor ugye a mögötte lévő nem tudja még ütni a blokkokat. Szóval nincs az, hogy így csomóan odaállnak, azt csomóan pa-pa-pa-pa-pa-pa üti a blokkot, hanem mindig csak egy. És azt meg ugye fejbe tudod kólintani, úgyhogy ez marha jó. Ja.
Erre még egyébként egy ilyen brutál vasajtó is tök adná. Mert ugye... Várjál már. Van még egy ötletem, he. Elvileg, erre én föl tudok ugrani. De zombi nem. Hát ide akkor tudsz, ide nem tud fölugrani zombi, de nem fog följönni zombi. De mi tudunk közlekedni, akár ki is, be is. Jaj, hát ez akkora epic lett ez a hely, mint az állat. Na, viszont nem fogom itt felupgrade-elni most, srácok. De tök jó, mert így meg tudsz jönni, menni a bázisodra is, ha akarsz, érted. Szóval nem kell a hosszú alagútat használnod. Persze használhatod azt is, de hát teljesen fölösleges. Hát ez ki van találva megint. Jaj, nagyon tetszik. De tényleg, bemegyünk a bázisra, mindenképpen. Főleg, hogyha ez ki lesz építve, ilyen kibetonozva minden, de ez bőszben jól fog kinézni, ám srácok. Ja, ilyet kellene craftolnom. Ilyet kéne craftolnom. Meg itt is ugye nagy terek lesznek, hogy tényleg olyan lesz, mint egy ilyen... Megcsináljuk egy ilyen high-tech-esre, kifestjük minden piros fehér, vagy sárga fehérre, vagy sárga feketére, tudjátok minden, amikor ilyen hazardos téma lesz. Ezért kéne kaja. Nem tudom, van kajánk? Sok kajánk van? Van valami kajánk? Itt valamit csinálunk, vizet csinálunk. Ilyet is tudok. Békönöset, nagyon jó. Tudok grillezettet, ugye, mert az is közben itt lett. Egy darabot? Hát ez erős. Oké, valahol nincs ember, mert szerintem ezeket így beszórom, azt itt rohadnak ám meg. Ó, itt van az alapanyag, hát tudod, nézzé. Na viccajé. Gyújtsunk alá valaminek, csináljunk még egy békönöset. Meg csináljunk grillezettet. 21-et. Hallod, annyi kajám van, az előbb mondom, hogy nincs kajám. Itt egyébként föl nem kell lennie? Hol van a kajám? Lol, nincs is kajám, én meg azt hittem, hogy tele vagyok kajával. De kész kajám nincs is. Ilyen hülye lennék. Nyitogatom itt az ajtókat, mint az őrület. Jó, hát akkor nem is volt kész kajám, de király vagyok. Van ilyenünk. Tudunk majd csinálni kafét. Jaj, de viszont mit akartam csinálni? Akartam ilyen izét. Minek nevezik ezt? Farm. Ilyen kellene. És ez meg kell trekkelnünk, hogy mi kell hozzá. Ja, oké, nagyon jó, tudunk egy csomót csinálni. És a rothadt húst, azt meg szerintem egyéb szerves beszórtam, 78-at. Meg egyébként lehet, hogy ám be vannak ide is szórva a rothadt húsok. Csak tudnám, hogy hova. Hát ezt át kell alakítanom mindenképpen, mert ez nagyon fos. Hát itt nincsen rothadt hús. Viszont van egy csomó ilyen kávé. Tök jó. Ebből nem nincs valami receptje ennek? Aha, tudok ilyen szíret csinálni. Ez viszont tök jó lesz. Ó, jó lesz itt a gyerekek. Már érzem, hogy itt királyság lesz. Ja, dobjunk be egy ilyet. Jó, tudom, mit akarok csinálni. Ilyet akartam csinálni, csak ezt most ezt behozta ide. Hogy kell kitűrni? 11-et. Hoppá! És akkor van még 13, van 2, most már 13, meg ottként is van. Azt nem tudom, fel tudom-e venni, lehet, hogy nem. Úgyhogy ezzel beszívtunk. Mi hiányzik belőle? Mi a legkevesebb? Mi a leggyengébb láncem? Hát a leggyengébb láncem, gyerekek, a rothadt hús, meg minden egy zombiból tudok szerezni. Szóval azért azzal el leszünk így. Nem rossz ez. Ezt vigyük ki. Ezt is kivisszük. És ezt meg egy darab készül. Hát ezt lehet, hogy kikapcsolom, bazzel. Itt készül. 21 darab. Jó. Oké. Sima vizet ígyunk? Ígyunk sima vizet. Együnk is? Együnk. Meg együnk, ígyunk még egy kis vizet. Ja, meg kéne csinálni. Úgy nagyjából ki kéne találni, hogy hogy lesz ez a dolog. De jó, most már ki tudok egy csomó helyen menni, és az tök jó lesz, hogy mindenhez, mindenhova el tudok jutni. Nem kell azzal szarakodnom, a létrával szemben van a kiáratom most. Nem kell azzal szarakodnom, hogy mindig ugyanazon a kiáraton közlekedek, hanem igazából tudok itt mind a vakon. Tényleg keeper a vakon van, bazze? Tényleg keeper a vakon, hát ez jó meglátásod. Hát ez annyira király egyébként, meg hogy itt le tudok menni, legalábbis ugorhatok, mert nem olyan magas.
Ez nekem nagyon bejön. Ezt vazza le fogom festeni ilyen piros sárgára, vagy valami epik jó színre. Na itt is viszont meg kéne nézni, hogy hol van ennek a középpontja. Ennek a base-nek, ennek az épületnek. Ez lesz a középpontos része. És akkor ide én rakok le egy ilyet. Elmegyek a tufelire. És fölveszem. És akkor így fogunk. Hogy ugye tudjam, hogy hova kell ásnom, vagy valami ezt olyan így. Így akarja megoldani a keeper. És akkor valahova, szerintem egy ilyen messze. Ide. Kellene csinálnunk egy üvegházat. Egy elég nagy üvegházat. És jó, megint nem számoltam, hogy hány blokk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akkor már legyen 10. Legyen erre is 10. És ez ugye akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, claim blokkot lerakok, akkor fel tudom ezeket venni, szóval azzal se lesz annyira problém. Ezeket is összeszedjük. Ezeket nem tudom fölvenni, meg azt hiszem, hogy tényleg claim blokkot kéne leszornom. Ez most a kedvék 21, jól számoltunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pontosan 21, ugye pontosan a középső az ahogy kell, úgy áll. Ezeket megcsináljuk területet. És akkor itt építkezési lesz. Hát nem kell olyan rohadt nagy egyébként. Vagy nem kell ilyen fölöslegesen brutál nagy. Meg lesz alatt a pince is, ahol gombát fogok termeszteni. Ugye az föld alatt tudsz csak termeszteni. Úgyhogy ez így tök jó lesz, gyerekek. Hát ez nagyon kevek lesz. Jó, kell csinálnom egy land claim blokkot. Aztán aktiválnom, akkor föl tudom szedni ezeket a kacatokat. Most mennyi mag jött az izéből? Megint csak egy, az a kettőből jön egy, úgyhogy erre a farm dologra nagyon kell pakolnom, mert ez így nem lesz jó. Ez így nem biznisz, gyerekek. Ekkora üvegház elég lesz, szerintetek, srácok. Mondjuk egy 21x21-es. Akkor várjál, kell egy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jó. Vagy... Fasz tudjám, gyerekek. Komolyan mondom. Kicsit meg vagyok így lőve, hogy mekkora legyen, meg hogy legyen. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzásnak érzem. Ja, meg ilyen full szögletes alakú. Nem tudom, mit csinálnék ilyen. Mind a Louvre-nak a piramisa, vagy mi üvegből? Mondjuk azt ez nem is rossz ötlet. Ja, egy land claim blokkot kéne. Ja, egyébként mondtátok, hogy be lehet állítani, hogy hány claim blokkot tudok fel lerakni és működtetni is. Ez most egyelőre ideglenesen fogom lerakni. Így föl tudjam szedni ezeket a tárgyakat egyébként ennyi. És akkor ezt tudom aktiválni? Nem, aktiválva is van. Ilyenkor nem fog spawnolni a bázisomba. Bármicsoda is. Mert az akkor így vicces lesz. Meg kell javítanom. Hát vagy a francból, miért ment ez tönkre? Most azt nem mondd bazzel, hogy izé van. Empty-nek kell lennie. Hát az előbb vettem ki, mi a fasz van? Jó, üresnek kell lenni, milyen... Jó, mert az izé, a modifikáció... Ó, te hülye. Hát annyi hülye vagy, olyan hülye vagy, keeper. A modifikáció volt. Mondom, mi van ebbe benne? Ne vicceljünk itten ma. És még benne van ez. Ha túl vagyunk terhelve, szupi. Valami kellene egyébként, valami kis féltetős rész is. Vagy pedig egy kis előtér. Teszt indul! Júj! Teszt indul! Gyerekek, kettes sikítos, ne vicceljél! Nem tudok futni, bassz, hogy szarrá vagyok terhelve. Nem mondod, hogy ezek ilyen... Valami, nem baj. Morre mennyi ízé lett, öcsém! Mennyi zombi lett, bassz, a rendőr zombi nem jó!
A gyerekek teszt indul, bazd meg. Azt a kurva élet? Csak nincsen védelmem. Figyelj. Mennek arra. Jönnek! Nagyon imádom, hallod? Ez nagyon epik jó. Ugye, ha leesik? Még akkor is fogja magát. És újra fut. Ott fut újra. Érted? Nem kezd leütni semmit. Elkezd futni újra. Zombi horda téma. És ugye egyesére tudnak jönni. Leesett? Jön újra majd, ne viccelj. Figyelj. Jó, a rendőr zombi ellen ugye taktik módosítás, hogy el kell bújnod. Ja, ez a gond, hogy rendőr zombi ugye... Hát most... Szopunk. Jó, megvan oldva a rendőr zombi. Semmi gond, ugye még nincsenek felupgrade-elve a falak. Ez nem sebzett volna olyan rohadt nagyot. Ez most tesztelés megy. Ez erre gyerekek. És nézzétek meg, nullás blokkokkal vagyunk. És konkrét a zombi hordát kaptunk. Nincs semmi védelmünk, de... Most egy... Full semmi, tehát így be tudnának jönni. Az a baj, ez a rendőr zombival most nem tudom lekezelni normálisan. A gond. Ez, ja, ez rendőr zombival nem tudok mit csinálni, de hát ugye, hogyha normális blokkok lesznek, akkor majd megoldódik. Hát meg igazából előhetném, annyi eszem lehetne, nem igaz? Hú, hát ennél jobb zombiváró téma nincs is. A rendőr zombira leesett konkrétan, figyelted? Ez a kurva rendőr. Három rendőr, halljátok? Jó, hát ez most ugye sajnos. Sajnos ez nem, hát azért, mert ugye ez, ja, nincsen felupgrade-elve, de egyébként hibátlanul működik. Üres rendőr a zombi ellen nem tudok mit csinálni sajnos. Hú, azért jöttek párad, na. Ja, nulla upgrade, de egyébként nem ütik a blokkokat, ugye a rendőr zombi azért csapta szét, mert okádik mind a szar. De ugye, hogy annyi lesz, hogy néha az fog okádni, ez igazából nem problém. Úgyhogy no, mit tudom, normális 5000-es, 10000-es blokkokkal fogunk menni. Szóval tök jól működik. Jól működik, ugye tényleg a nem ütöttek egy blokkot se. Figyelj, meg mit tornászik egy csávó bazza. Jaj, de már megint egy csikitos, most aztán engedd már. Ja, egyébként frankó, nagyon jó. Nagyon tetszik. Szuper az egész. Most nem azt mondom, hogy nincs... Kösz, Hover. Maradjál ma. Nem hiszem, hogy már megint! Ja, hát ez a sok fákja szerintem a piramisban azért spóroltatja itt a zombikat ezerre. Jó! Nem, már megint, bazze, hallom. Szóval a faszból? Nem spawnolt be a bázisomra. Te jó, még egy sikítos. Ez hányadik? Jaj, nem, most megint.
már megint egy sikítos! Én nem hiszem el ezt komolyan. Jaj, nem, ha megint jönnek, hallod. Komolyan mondom, ez... Ennyi van! Aludjatok, gyerekek, hát a tököm ki van veletek. Már megint ott, figyelj, mi ez itt? De most mi? Elvettem a land claim blokkot a izéből, a... És megint sikítos, bezzeg, vagy mi volt ez? Nem. Pók zombi. Persze lábam a tüzsd. Hát mi? Ja nem, hát itt van ez a hülye még... Á? Komolyan mondom, mindjárt megőrülök. Túl vagyok terhelve. Hát hány darab zombi? Hát volt vagy 40 zombi, gyerekek. Azért ez... Egyszer találjam már azt a szaros kroat kurva élet. Nincs staminám. Túl vagyok te. Ez a hülye pók zombi, na. Dögölj már meg. Végre, bazze. Hát de mi ez a sok zombi, gyerekek? Hát megőrülök. Komolyan mondom. Ez már nekem túlzás. Hát a pöcsöm nem sül el, hallod? Azt nem mondjátok, hogy már megint! Szintet léptem már itt kinyába, az ez a karakter. Gyere már ide, meg még egy ízű sikítós jön, én... Mindjárt megőrülök. Meghaltál? Ugye ez még az előző zombi XP-je. Ha volt vagy öt sikítós, jó, egyébként jó, tök jó, mert le tudtuk tesztelni ezt az egészet. Meg tök nem akarnak semmit ütni. Ugye azért robbantak itt szét a dolgok, mert a rendőrzombik azok itt köpködtek. De ugye, hogyha ez élesben lesz, akkor már fel lesznek upgrade-elve, nem, nem 50-et védenek ezek a blokkok, hanem 5000-et, akkor nem fogják itt szétlőni. A maga a rendőrzombi az nem fogja tudni szétdurrantani ezeket a mit tudom, betonblokkokat majd. Szóval attól nem kell félni. Viszont attól kell félni, hogy a Keeper most itt nagyon izé volt. Nagyon béna volt, megmondom őszintén. De azt terveztem, hogy itt a csodálatos jó bázist építünk. Erre meg itt megjött az egész hol belebanc. Kellene nekem valami kötszerszerű. Melyikben van? Ezt, úgy, ezt meg kell szüntetnünk, gyerekek, mert ez, ez maróra nem jó. Oké. Jó! Viszont most legalább azért már összekaptuk magunkat. Ja, szeretném befejezni, úgyhogy gyorsan, nem is befejezni, de valamit azért kellene vele kezdeni. Az melyik? A bal oldali. Ja, ezért akarom kitáblázni. Ja, várjál, hát nem erre kell ki... Még nem tudok kimenni. Hanem erre megyünk. Ja, tök jó lesz egyébként. Jó lesz ez, hogyha ez normálisan ki fog épülni, jó lesz. Nem kell aggódni. Már nem magamat nyugtatom, ne értsetek félre, de lehet, hogy itt azt láttátok, hogy jaj, mert szétlőtte a rendőrzombi. De ugye hát nem fogja tudni szétlőni a rendőrzombi, hogyha nem. Hát ez, gyerekek, ezek ilyen semmi blokkok. Ugye? Százas blokkok, gyerekek. Százas damage-t bírnak. Szóval csoda, hogy nem robbant szét az egész. Úgyhogy ez ilyen. Nya! Oké. Okay. Még egy kicsit itt kellene tevékenykedni, de remélem nem támad meg most megint két kazal. Ja, ki kellett volna raknom a cuccokat, de viszont vannak olyan dolgok nálam, amik... Egyébként ezt nem tudok... Nem tudok így be... Nem tudom így beizélni, ilyen blokká bepakolni. Destroyer Stone. Micsoda tök jó ide blokkok vannak, gyerekek. Lehet építkezni, ilyen tök jókat ki tudsz találni. Jó, mondjuk aztán kurva sok staminára nincs szükségem. Ja, ott ki kell ásnom egyébként, csak a számolás miatt raktam odébb. Na, viszont akkor ezt is föl tudom menni, és akkor van ez 15 darab. Föl tudom menni? Nehogy meg tudja, nem tudja fölvenni, bazza. És akkor ez mi ez? Kakuk lesz neki? Akkor ez valószínű, de ezt lehet, hogy ásóval kellene. Ó, oh, nem! Ezt föl tudod verni, jaj, de jó. Azt hittem, hogy elbuktuk, mondom, akkor azt elsírom magam, de úgy látszik, hogy nincs ilyen problém. Igen, az a terv, hogy akkor ezt megcsináljuk valami ekkorára. Ugye azért így csinálom, hogy legyen egy ilyen perem. Meg fogjátok látni, egyébként nagyon jó kis farmház lesz már. Ó, te, hát oda is rakjad. Meg fogjátok látni, tök jó lesz.
Üvegház. Mert majd kiássuk annak az alját, hogy ott az lejjebb menjen egy ilyen, nyilván. Bár nem tudom, hogy üvegházat építek, akkor abban beesik az eső, hogy valami ilyesmi lesz. Mindenképp üvegházat akarok, tehát először arra gondoltam mondjuk, hogy kert, az is jó lenne. De legyen akkor már tényleg ilyen fullos üvegház. Fullos üvegház style. Hű, baze, power attackot nyomtam elsóval, hallod? Azért az elég kemény volt. Nagyon el lehet lenni ezzel a játékkal. Ez annyira addiktív, hogy mondják? Mondják, ugye? Szép külföldi szóval a függőséget. Addició? Azt hiszem, annak nevezik, ugye? És itt mögöttem meg akkor majd csinálunk egy jó, normális nagy fenyvest. Azt is esetleg elkerítjük. Ugye, hogyha elkeríted, akkor igazából, hogyha nem spónol zombi, akkor valószínűleg nem fogják kezdeni szétütni a dolgokat. Szóval nem kell attól félni, hogy szétverik. Jó, azt fölvesszük. Ezt csak fára fogjuk felupgrade-elni. De lehet, hogy a közepét még arra se. Mivel igazából nem kell, hogy az ilyen nagyon védett legyen. Tehát ez konkrétan egy üvegház lesz, ilyen kis lightos. Nem tudom, hogy az üveget azt hogy fogjuk berakni, vagy az hogy működik, de majd mindjárt megnézzük. És akkor azt úgy fogjuk csinálni, hogy majd ki fogom szedni mindig az aktuális blokkokat, ahova fogok ültetni. Szóval ez valami ilyesmibe gondolkodik a képer, de egyébként még kell csinálnom basszus ilyen building blokkot. Cobblestone blokkot is tudnék el. Mennyit csináljunk? Ebből kellene azért egy 600 darab. De jó, mert a fa az ugye az ilyen újra termelődő anyag. Vannak olyan anyagok, amiket abszolút nem termelődnek újra, mint az ilyen acél, meg mondjuk a földse, de abból meg töménytelen mennyiségűt találsz. Hát nem mint hogyha a fából nem, de legalább a fire akkor nem kell futkozni olyan sokáig. Ez jó fog lenni, gyerekek, meg fogjátok látni, milyen kis kellemes lesz. Nem tudom, nekem az is számít, hogy ilyen tök jó kis kellemes helyet tudjak létrehozni. Ezt így ki tudom, meg tudom tüntetni. Az jó. Az jó, gyerekek, ez jó. Ott majd ki kell ásnom. Ekkora lesz az alapterülete, látjátok, nem is tűnt olyan nagynak, de így amikor már leterítjük, akkor tök frankó nagy. Ja, ebben a részben ilyen izé van, ilyen építkezési dolog. A következő részben meg megint akkor megyünk questelni, jó? Bár nagyon szívesen befejezném ezeket az épületeket, de tényleg nem akarom húzni az időt, mert lehet, hogy valaki ezt szereti, valaki azt, és így akkor elterül ez a... eloszlik. Ennek a sorozatnak a content részei, content típusok szépen eloszlanak. Oké. Okay. Milyen kevés blokkból van, nézzétek meg az a hordaváró, aztán milyen kis hatékony, nem? Bár aztán pecsernek egyet ezen az egészen a játékon. Lehet, hogy akkor már nem lesz annyira vidám, mert megoldják az útkeresésüket, hogy máshogy akarjanak oda feljutni. De igazából hát van egy mesterséges intelligencia, amelyik amúgy nem működik rosszul. Nyilván mindig a legrövidebb úton próbálnak és a legkönnyebb úton hozzá eljutni. És most az könnyű nekik, hogy ugye ott fel tudnak menni. Ja. Úgyhogy ez így lesz. És mindjárt még kitaláltam valamit egyébként. Hogy mi legyen még. Ez lesz a zárt rész, és lesz egy tornác is. A tornácon lesznek majd a víznyerőhelyek, meg esetleg még más is, mondjuk ládák, vagy szerszámoknak, meg ilyenek. Lesz egy tornác, tényleg egy olyan tornác, amit tényleg úgy lehet elképzelni, hogy egy épület előtt, tudjátok, van ilyen teraszszerűség, és ott lesznek. Tényleg a ládát például oda rakom, és akkor oda mondjuk tudok rakni magot. Figyeljetek, nem nagyon péltem, ugye nem multiplayerbe játszok, most hogy ellopni nem fogják, lerombolni nem fogják, a zombik se fogják ellopni a ládámból valószínűleg a magokat, meg ilyeneket. Ja, rengeteg izért kellene szereznem. Úgyhogy ezután a zombikat valószínűleg fogjuk szétverni ezenre. Azt hiszem, hogy abból lehet a zombiból rothat úsz kinyerni. Késsel. Hát mondjuk kipróbálhattam volna, nem? Ezt akkor igazából az egészet meg tudom csinálni ilyen ágyással. Ágyásnak talán az a legjobb kifejezés jó erre az egészre. Viszont az, hogy fel tudod verni, az egy nagyon jó dolog. Azt hittem, hogy alapanyagjaira fog széthullani, mit tudom, hogy clay lesz belőle meg.
meg akármicsoda. A rothadt húst azt gondolom ilyen izének használja a rendszer, trágyának. Régebben volt valami kapa is a játékban, és ugye fel kellett kapolni a területet. Fú, mennyi verzió volt, úristen. Na, gyerekek! Akkor arra gondoltam, hogy nem tudom, valamilyen szinten az én magasnak kéne lenni ennek. És lehet, hogy nem ilyen blokkot fogok alkalmazni, mert nem tudom, ez olyan most nasz, hanem lehet, hogy... Ugye... Elnézést, még mindig kurva beteg vagyok. Mondjuk te csináltál ilyet. Ez a pólos dolgot. Ez nagyon menő lesz, hallod? Négy sarka ilyen pólos lesz. Meg akkor lehetne úgy is, hogy a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akkor itt a 10, itt a... Hol a közepe? Elnézést. Hol a francban van a közepe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akkor... Így. És akkor itt lehetne a bejárat. Jó. Ja, meg fogjátok látni, mibe mesterkedek. Valami kis frankó üvegházi dologba. Csak, oké, ezt meg kéne hagynom, és akkor lehet, hogy ezt kéne átalakítanom egy másik fajtára, pillárra. Ez az gyerekek, ez az. Hogy ne legyen olyan izé, ne legyen olyan snassz, hogy mindig ugyanolyanból építkezünk, srácok. Az olyan, nem tudom. Legalább egy ilyen magas, meg ugye még erre jön még egy blokk. De jó lesz, gyerekek. Hány blokk magas volt az? Az Isten tudja. Három szerintem. Ja, hát nem is kell ajtója, igazából be se kell zárnom. Szerintem, nem srácok. Hát ez nem alacsony egy kicsit? Hát, hogy egy kicsit alacsony. Hát... Mondjuk az... Aha. Ugye nekiállok a falaknak. Ja, nem lehet... Várjál! Ez nem tetszik, ha már nem lesz ajtaja, akkor ezt igazából rakhatnám egy kijebb. Így. Meg rakhatnék ide is egyet. Ja, tudom, hogy éjszaka van. És nem valami... nem valami biztonságban vagyok. Nem vagyok nagyon biztonságban. De próbálkozunk. Próbálkozunk, és akkor ez elé, igen. Mondjátok itt is, hogy szét kéne húznom egy kicsit. Tudjak még egyfajta blokkot csinálni, és ez a még egyfajta blokk, az a kocka blokk lesz. És akkor ide csinálnánk egy ilyen terasszerűt. Hú, bocs, gyerekek egyébként, hogy együtt építkezünk. Ja, hát az upgrade-elés az nem lesz egyszerű. Ne akarjátok, hogy megcsinálom gameplay-en kívül, nyugodtan írjátok, meg higgyétek, nem fogok becsalni semmilyen alapanyagot, vagy valami ilyesmit, hogyha ilyen bárkinek eszébe jutna, remélem, hogy nem. Nem fog eszébe jutni ilyen, és akkor várj, mekkora legyen ez a terasz? Mondjuk legyen egy... Egy ekkora. És innen még. Az lesz. 21-44-ben én már igen azt hittem éjszaka van. Sikét, hogy a zombi ne jöjjön oda lényeg. Viszont ezeket mind ki kell világítanom valamilyen szinten. Csak fákjára jön? Elektromosságra nem egyébként a sikét a zombi? Mert mondjuk, ha elektronosságra nem jön, akkor az azért az baráti. Kitaláltam valamit, hogy ez még hogy lesz. Helyes vagyok? Van nálunk kaja? Vagy megint nincsen, bazze. Ez csodálatos akkor. Mert itt van egy ilyen. Ez valami loot volt valakinek a lootja. Még szerencse, hogy volt. Ja, ezt a szélsőket mindjárt ki fogom cserélni lépcső blokkra. Ez úgy mégis egy barátibb. Kicsit ilyen, nem tudom, ilyen, minek nevezik ezt? Ilyen görög
épületre hajaz, vagy pedig olyan, mint a Nemzeti Múzeum, mi? Pesten. Ilyen oszlopos. Egyébként még lehet, hogy rakhatnék oszlopokat. Tök tetszik ez az oszlopos dolog. De mondjuk az is tetszik, tetszene, hogyha full üveg lenne. Na várjatok, akkor kellene nekem olyan, hogy lépcső. Ezt egyelőre. Jó, most fog éjszaka lett. Uff, az, mik vannak itt gyerekek, csodálatos dolgok. Egyébként annyira jó dolgokat lehetne létrehozni. Ez most mi? Ja, mert izé van. Várjál. Nem is kell ilyen nekünk. Simán jöhet ez. Nem ezt kellett volna ide be? De. Kell egy ilyen ide. Meg kell egy ilyen ide. Ott volt a szarvas barvas, láttad? Így. Meg egyébként kelleni fog majd a másik fajta is. A külsős. Mert a külsős, ami az előbb volt, ez meg elvileg... Nem, az nem kell. De várjál, ez kell ide. Nem egyszerű el ezt összehozni. Jó, most már innen le tudjuk kopizni, úgyhogy ez tök jó. Várjál. Nagyon az a baj, hogy gyorsabban gondolkozok, mint ahogy cselekszek, és ez néha egy érdekes dolgokat tud magával hozni. Igen, és ide kell nekem ilyen, úgyhogy ezt kopizzuk. Jó, mert most már tudom kopizni ezeket. Ide kell ilyen, ugye? Itt ezt meg szétverjük. Ó, hát ez nagyon, nagyon epik jó lesz ám. Itt meg lekopizzuk. Ezt. Fú, te! Ez nem izé lesz üvegház, bazel, hanem ilyen Pantheon. Ez több mint brutális, tej. Ez nagyon durva, nem? Mármint, hogy, most nem, tényleg nem akarok itt rajolni azzal, de szerintem ez kurva jól néz ki. Ezt itt is körbe kéne raknom. Szóval ilyen fára felupgrade-eljük okosba. Ez igaz, hogy itt nem lehet bemenni majd. De egyébként az is jó lenne, ilyen nyitott, ilyen oszlopos. Fú, mennyi lehetőség van ebben a játékban. Ott egy zombi. Figyelj. Ne kapcsolom a lámpát. Nem, mert akkor meg nem láttak, úgyhogy vállaljuk a kockázatot, jó? Ránkront, majd rendet teszünk. Itt viszont társak állnak egy kicsit. Meg lehet, hogy itt a mellette lévőket is, hogy... Eltűnjenek, várja. Oké, itt is végig kéne mennem, ugye? Úgyhogy ezt itt ki kéne ásnom. Gyerekek, tudom, éhes vagyok, szomjas vagyok, túl vagyok terelve. De most nagyon ráfügtem itt a dolgokra. Itt végig kellene ásnom. Szuperul nézzen ki! Gyorsan végigdaráljuk. Majd elengedjengetem a földet így a környezetébe is. Egyébként az brutális, hogy pont egy ilyen kiégett erdőbe kell ám nekem izét létrehoznom. Ilyen epic létesítményeket. Én nem tudtam volna valami szép helyen letelepedni. Pont a legrondább helyen kell letelepedni a játékba. Még egy szerintem aztán akkor ez meg is vagyunk. Oké, és akkor gyorsan végre, akkor megcsinálom a sarkokat is. Hogy azok is legyenek. Meg bocs, hogy ilyen tényleg ilyen hosszú ez a gameplay. Hát már másfél órára tarthatunk, ugye? Lehet, hogy úgy utáltak érte, mint a szart. Hogy én itt egyik tökörészek. Viszont azért ez tényleg jól néz ki, és még egy magasabbra kellene csinálni, mert igazából ezek az ilyen épületek akkor néznek ki jól, hogyha ilyen tök magasak, nem? Ja, ott meg most lett egy luk, de fasza. Ajjaj. Csinálunk egy dörtöt. Szóval bedobom. De jó! De jó, hogy ilyen is van a játékban, hogy tudsz alakítani dörtöt ki, ha akarsz, ugye? És oda, viszont oda előre is lehet, hogy kellene dört. Szerintem.
És miért nem tudom kivenni? Na, oda kell még egy dört. Azaz. Marha jó. Oké, szupi. Jó. Oké, majd itt tele fogom egyengetni, tudom, hogy csúfos. Itt ugye végig van, nagyon szuper. Le kellene kopiznom szerintem a sarkokat. Úgy, mert az nem volt lekopizva. Éhes vagyok, minden bajom van, beszarok. Szinten izé küzdök, mint disznó a jégen még mindig. Aha, ezt is ide. Nagyon jó. Zombi hegyek vannak, gyerekek egyébként itt. Az a baj, egy rám rohant, aztán egy torritozás lesz, azt jön mindenki is. Nagyon jó. Egy ilyesmire gondoltam, valami tényleg ilyen, hát ilyen epikusra. És ugye meg fogjátok látni, hát mindenki elkezdem most még gyorsan, hogy fog kirézni, mert az a baj, nem nagyon látjátok szerintem, hogy én mire gondolok. Elég kaotikus így. Zombi között építkezünk, hallod, egy kicsit felfejlődtünk, hogy már ennyire lazán toljuk. Na, oké, azt így jön is el ide, hogy lássak normálisan. Jó, végig van csinálva. És ide kellene nekem olyan blokk, mindjárt mutatom, hogy... Ugye voltak ezek az ablak témák. És ebből van olyan, ami, ez mi? Ez üveg? Windows 2, aha. Ugye van olyan, amelyik ilyen kocka alakú. És ez? De ebben van üveg is, bazze, ez brutál jól néz ki te. Ez nagyon kemény. Hát ez rohadt jó egyébként. És ezt föl is tudod venni, ez nagyon adja. De lehetne olyat is, ugye, hogy mit tudom én raksz úgy, hogy az egyik fele legyen, hogy ilyen mondjuk, ilyet raksz, ide. És akkor ugye, azt a betyárdán jól néz ki ezt testvérem. Csak egyébként nincs olyan, hogy centeres? Mert az a baj, hogy arra gondoltam, azért csináltam ilyen oszlopot, hogyha van ennemből centered, nincsen centered? Az egész végig abba bizta, hogy van centered. Akkor az rohadtul nem jó. Mindóbb. Ja, oké. Itt vannak. De úgy látom, hogy ebből nincs olyan, amiből tudok ilyen kialakítani ilyen komplexeket. Na tudod? nem vagyok barát, vagy nem örülök ennek. De hát jó, egy fele. Hol van az a izé? Ez az ellakó, amit csináltam az előbb? Jó, van. Ki van választva. Pont nem stimmel. Na mindegy. Majd ezt mennyire tudom forgatni? Aha, így tudom forgatni, jó. De ezt ott rohadjon meg, hogy ott van rés, nem? Bár tényleg jobban tetszett volna, hogyha nincs rés. Nincsen ebből ilyen középső, hogy a szeme álljon meg az egész játéknak. Itt van ilyen középső, de az ilyen kocka, de mondjuk ennyi erővel. Ezt nézzük már meg egy ilyet. Hát ez ilyen nagyon csúfos. Jó, ezt felejtsd el, ez az üveg, ez rohadt jól néz ki. Na viszont akkor ezeket az oszlopokat ki kéne cserélnem. Úgyhogy azt ki fogom cserélni, valami kockára vagy félgömbre. Ezek az oszlopok adják a lényegét. Ez így nem nyerő. Nem vagyok boldog ettő gyerekek. Nem vagyok boldog. Hát ez kakkancs. Kakkancs. Na mindegy, kellene nekem. Ide. Meg ugye minden olyan sarokra, amelyik bal alsó, és akkor ugye nem kell még egyszer megcsinálnom. Bár ugye tudnák olyat csinálni, hogy... Baszta, mennyi zombi van itt, te rohadt élet? Meg itt lazulgatok. És ez tök jó, figyelj kifele ilyen... Tök jó, mert üveg van benne, és nem kell külön üveget gyártanod, vagy ilyesmi. Hanem konkrétan ez így működik, working. Ugye annyit csinálsz, hogy... Jó, egyelőre nem. Egyelőre. Nézzük a következőket, hogy mik vannak. Nekem úgy gondoltam, hogy az lenne jó, hogyha ilyen teli üveg lenne a következő.
Olyan lenne a jó, amelyiknek alja van, hallod? Ugye? Vagy pedig egy oldalas. Hol van ilyen egy oldalas? Ilyet, ugye, mert akkor ezt el tudod forgatni. Elvileg. Ilyen fullba. Hogy alul legyen. Nem így. Majdnem, még. Ez az gyerekek, oda nézzé, testvérem. Ki van találva, hallod? És itt konkrétan egy ilyen üveglapon. És akkor itt lesz benne az. Hát ez nagyon állat, és ugye ezt is ide is azt tudod forgatni, csak az a baj, hogy millió forgatás. Ez nagyon beteg jó, gyerekek. És ide akkor ilyen rohadt nagy üveglapok lesznek, és koszos oda néz, nagyon jól néz ki. Látod? Hogy itt tükröződik, csak ugye pont most ilyen ideje van, ilyen rohadt sötét. Ez nagyon jó. És gondolom, föcsök ki, vagy lövöd. De nem lőjük nyilván. Az oszlopokat lehet, hogy valahogy átalakítom, mert az a baj, hogy ez így pont nem illeszkedik. Pedig azt rohadt jól, jól néz ki. De ez pont nem illeszkedik. Viszont ez tök jó, hogy ilyen lépcsős, ez tetszik. Ide kellene még, várjál. Ú, gyerekek, bocsánat, hogy itt tökölés van, meg hogy ennyire a keeper rá van bolondulva az ilyenekre, de én nekem nagyon szeretem az ilyen építkezési dolgokat. Ja, és akkor itt lesz egy terasz, ugye? Frankon. És ide már ki is fogom rakni én a ezt a kettőt. Ugye ezen a teraszon fog lenni. Úgy terveztem, hogy itt fognak lenni ezek a dolgok. Azért ez nem lesz fedett, hanem akkor itt ugye tudjuk gyűjteni a dolgokat. És akkor mondjuk tényleg csinálunk olyat, hogy ide lakunk le ládát, mondjuk ide bejárathoz, magokkal, és akkor bevegyünk, azt már tudjuk csinálni a melód. Viszont ide ugye bele kéne raknom ezt a másikba, meg a másikat. Mondjuk egybe is rakhatnám, az tök mindegy. Mondjuk egybe érdemes nem, mert ugye gyorsabban kollekteli, meg többet, akkor az hamarabb megtellik. Bár aztán vízből igazából nincs hiányunk. Jó van, gyerekek, lehet, hogy elbúcsúzom, viszont itt tényleg akkor ezt ki kell váltanom, ezeket a blokkokat. Nem örülök neki. Jaj, ne haragudjatok, de ezt még meg kell néznem, bazdmeg, hogy milyen blokkal fogjuk kiváltani. Nézzük már meg, hogy nincs-e valami olyan csuda jó kis valami frankó. Ezt kitöröljük. Valami csuda frankó kis blokk, amelyik azért mégis valamennyire illeszkedne a struktúránkhoz. Oda néz, az mi az, plate corner, azt a begyár. Egyébként annyi fajta van rám, úgyhogy úgy tudnál így építkezni. Mondjuk egyébként ez nem lenne rossz, ha ezt így elforgatod nyélen. És akkor ilyen nagyon high-tech lesz. Ott volt, bazze. Visszafele nem lehet forgatni. Na, valami ilyesmire gondoltam, ez se lenne rossz. És a sarkokra meg ugye lehetne úgy rakni, hogy törve van a sarka. Úgyhogy ez szerintem, ez lehet, hogy marad. De lehet, hogy valami jó magasot kéne építeni ebből. Valami ilyesmit. Te. Ez kurva jó, gyerekek. És a tetejét is megcsinálni ilyenre. És akkor egy ilyen üvegkocka lesz az egész. Érted? Ide mondjuk akkor valószínűleg kell oszlop, néhány darab. Mondjuk lehet, hogy ide berakunk középre oszlopot, meg oda még oszlopot. Vagy mondjuk a széléhez nem is biztos, hogy kell, de a közepéhez valószínű. Hát ez nagyon beteg jó lesz, gyerekek. Meg középre lehet azt a hengeres oszlopot ide berakni, és akkor a tetejét is, és akkor úgy jön össze. Gyerekek, ez nagyon, nekem ez nagyon bejövős. Itt középen, tudjátok, hogy csináljuk, hogy középen út lesz. Meg ott is mondjuk, és úgy lesz az oszlop. És akkor az tök jól meg van oldva. Na, skacok, valami ilyesmibe gondolkodok. Szerintem böszme jól fog kinézni, meg ugye rakunk mondjuk világításokat is majd. Figyeljetek, ott meg vissza kell fordítani ezt a fajta blokkot, biztos van szögletese, és akkor ilyen ízes, ilyen kónuszos lesz így a bejárat. Könnyebben betalálsz berúgva. Hát ez nagyon jó. De be kéne menni a bázisra, kíváncsi lennék egyébként, hogy néz ki az egész. Egyébként ez, hogy ilyen üvegizé lesz, üvegház, oda néz és átlátsz rajta, ez kupasz, mert jó. Nekem ez nagyon bejövős. Nekem ez valahogy nagyon eltaláltuk most. Egyébként egy csomó mindenbe belefogunk.
De így, majd én játszok meg, hogyha gondoljátok, én felupgrade-elem gameplay-en kívül, szóval engem egyáltalán nem zavar ez ilyen. Oh, de viszont tényleg lesz egy jó kis üvegházunk, ahol már érdemes komolyabban neki fogni a mezőgazdálkodásnak. Ezt is ugye megcsináljuk, ezt is fel kell upgrade-elni. Tényleg írjátok meg nyugodtan, mert én elpöcsölészek én ezzel a játékkal. Gameplay-en kívül fel kéne upgrade-elnem a dolgokat. Annyi, hogy megépítünk mindent fúra, és akkor annyi, hogy az upgrade-elést azt megcsinálom mondjuk gameplay-en kívül. Menjen föl, akarok menni, és ki akarok nézni a tornyomon. A francesebb bele, egyébként ez a piramis, ez kezd így elveszíteni a létjogosultságát, nem srácok? Mármint így. Így mi értelme van dolog kezd lenni, hogy itt élek, oké, meg itt főzök, meg kraftolok. De minden dolog, ura is kell építeni, minden sarokban legyen valami. Találjátok ki, mit építhetnénk még. Hogy ugye, hordaváró, ezt nézzétek meg, de mennyire jól néz ki. Hogyha ez fölépül, és ott végig lesz ragva mondjuk kettő darab ilyen, meg lesz építve is egy ilyen hatalmas nagy üvegház tele mindennel, és úgy tudunk ugye bemenni, hogy mondjuk középe, de nem kell középe, hanem valahogy ezt máshogy oldom meg, hogy itt lesz egy kijárata, vagy valami, egy lépcső, vagy bármi, és akkor fú, ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó lett. Egyébként a teteje még úgy is jól néz neki, hogy megfordítanánk a lépcsőt, és akkor így kifele jönne. Nagyon-nagyon-nagyon pro lenne. Ú, gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet. Én nagyon rábolondultam most erre a játékra, megint többfajta aspektusból is. Ú, gyerekek, belakjuk ezt az egész területet. Egyébként, ja, éjszaka van. Úristen, és már több mint másfél órás az a videó. Bocsánatot kérek érte. Annyit írjatok meg, hogy szerintetek itt, meg itt még mi lenne, mert akkor tényleg így be tudnánk lakni az egészet. Ú, térképre rá kell nézni, figyeld! Minden is lesz itt körülöttünk. Ez meg milyen jó, ilyen tök jó szimmetrikus. Itt, ja, itt lesz a bázisunk. Meg később azt kéne csinálni, hogy az egészet beteríteni, vagy valamit csinálni vele, és akkor itt mit tudom én, le lenne betonozva, lenne kerítés, és akkor itt belül itt el lennénk, tudnánk így mozogni. Tényleg akkor nem is kellene az, hogy úgy ásom. Ja nem, a hordavárot azt így kívülre kell, de viszont itt mást ezt így be lehetne keríteni. Ja, vú, tök jó lenne, tök bírom, imádok építkezni. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, írjatok tippeket nyugodtan, hogy mit csináljak, és meg fogom valósítani mindenképpen. Jaj, de jó. Egyébként ezek a blokkok ilyen nagyon papírok lennének, hogyha ki tudtam volna lenni. Na, sziasztok!